helyhős srácok, lányok, sziasztok, nagyon szépet nagyot, és nagyon és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes hétfő reggelt mindenkinek, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy ideig ez lesz most az utolsó hétfő, illetve hát úgy egy ideig, hogy jövő héten nem vagyok. Úgyhogy ezt a menetrendet, amit ide kiraktam képernyőre, ez a hétfői mai, meg a keddi napra érvényes, szerdától nincsen erre a hétre a fix stream, jövő héten kedden vagyok a legközelebb, ugye közbe jött Sajnos vagy nem sajnos egy Amsterdam-i Twitchkonos utazás, úgyhogy ezen a héten fixen biztosan nem találkozunk, de hogy az előbb is mondtam, itt már az élő streamen mindenkinek, és youtube nektek is sziasztok, hogyha majd ezt ott nézed vissza. Um, Minónál tudtok majd követni az ő linkjét, pedig beteszem majd a, gyorsan ide a csetre is, hogy mindenki tudjon rámenni, illetve majd, hogyha gondoljátok, akkor a Youtube-on is megtaláljátok. Úgyhogy erre a hétre, még a holnapi napra valamit kitalálunk, és aztán utána a fixen legközelebb jövő héten kedden jelentkezem, mert ugye hétfőn jövünk majd hazafele. Úgyhogy szavaszka! kapok közben itt egy állatot. Na cse. Úgyhogy, úgyhogy ez a történet, hogy most Élőben vagyunk a twitch meg mindenek. Ez, ez most erre a hétre, hétfőre és kedre igaz, de ettől természetesen, aki kedvet érez hozzá, az nyugodtan csatlakozzon majd a jövőben is bármelyik másik élő streamhez. Hajlandó leszel lefeküdni ide azzal, ember? Hm? Szépen, okosan, tudod, ahogy szoktuk. Majd a ügyes kis cica vagy. Úgyhogy, yes, 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 yes. Illetve hát. Ezeket a dolgokat rakosgatom ki rendre a YouTube-ra, és úgyhogy aki még esetleg ott nem követ, vagy youtube sok, akik ezt most ott nézitek vissza, please dobjatok egy szabad a csatornára, ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtak segíteni abban, hogy ott is egy picit megvessem a lábamat, úgyhogy let's go, gyertek rám, illetve mindenem gyakorlatilag, ami az interneten felelhető, az a holnapocskámon található meg, az összes social elérhetőségem, az mind itt van, úgyhogy gyertek rám mindenhol is. Na, de csapjunk bele a lacsóba, mert hogy... Cicukám nem hagy békén, mert hogy itt közben a macska miatt az ingyenes epikás cuccokat véletlen kilőttem, de már is betöltenek a heti dolgok. Ezen a héten még egyébként ma 11. -e hétfő van, ugye? 13 ig még a Crew 2-t a próbálni egy trial weekend keretein belül. Ugye 7 volt ingyenes, előbb most tudunk hétfőn beszélgetni, úgyhogy ezt kicsit lehet, hogy korábban is meg lehetett volna említeni, de sajnos ugye ez a hétfői időpont ez az ilyeneket nem teszi lehetővé. Viszont még itt van az Ancient Enemy, ami ugye a csütörtöki délután 5 órai időpontig minden héten cserélődő ingyenes játékok között bent van, tehát ez még csütörtökig 14 ig ugye elérhető, illetve a Killing Floor 2, ami a szintén a heti ingyenes játék. Jövő hétre viszont a Gladiators of the Black Pit Pack az Idol Champions-hoz, én szinte megmondom, nem tudom, hogy ez mit tartalmaz, és mivel annyira nem érdekel ez a DND s játék, ezért nem is nagyon néztem utána, hogy mi ez. Illetve itt van a Wonder Boy The Dragon's Trap is, ami szintén csütörtöktől lesz elérhető, ugye 21 ig tehát a következő csütörtökig. De addig még úgyis beszélgetünk róluk egyszer, ha minden jól megy. Na, és akkor az előbbi spoiler, amit itt véletlenül a cicom miatt berögtem. Uh, július 12-ig, tehát ez már egy ideje elérhető, és a holnapi, keddi napig elérhető a Mario plusz Rabbids Kingdom Battle, ez ugye a Nintendo Switch, az Ubisoft által Nintendo Switch-re készült XCOM-szerű Mario és, és a kis Ubisoftos nyulacskák témakörű körökre osztott ilyen stratégiai játék, és a switch online embereknek, tehát akik a switches előfizetést birtokolják, azoknak még a holnapi napon játszható ez. Ilyen game trial keretein belül viszont az egész, tehát a fullos játékot le lehet hozzászedni. Ezt most csak egy fél mondat erejéig említem meg, hogy I, holnapi napon, tehát július 12-től indul a Prime Day-es uh, mizéria, ezekről már beszélgettünk ugye az elmúlt pár hétben olyan játékok lesznek betéve holnaptól kettőtől, mint a Mass Effect uh, ugye a Remake a trilógia, a Grid Legends, a Need for Speed Heat, a Star Wars a Jedi Knight, a Jedi Academy és és a következő része is tehát a Jedi Knight 2 a Jedi Outcast is. Ez csak egy pár darab, múlt héten uh, kibeszéltük már az összes többit, megmutogattam a prime-os cuccukat, ezek az indie játékok is mind 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 vannak, most ezeket már még egyszer nem fogom felsorolgatni. Uh, akinek van prime előfizetése, az húzza be az összeset, és akinek nincs prime előfizetése, nem mondom azt, hogy fizessen elő azonnal, de hogy kevesebb, mint 900 forintért ennyi játékot behúzni szerintem az marha jó deal, és pluszban még egy Twitch szabat is el tudsz hozzá tolni ingyen, természetesen az előfizetésed árán belül, meg hát nézni tudod a Prime videós sorozatokat is, úgyhogy ez egy eléggé jó deal, még mindig az én szememben. Na, um, gyorsan, ha már, ha már uh, ilyen streaminges dolgokról is beszéltem egy pillanatra, akkor kanyarodjunk át a mozgóképes dolgok felé. Ez az egy hír lesz ma ebben a témakörben egyébként. A Düne második részét, ugye a tavaly 2021-ben, az még csak, még csak tavaly volt, 2021-ben bemutatott Düne Part 1 után most forgatják, és egyébként Budapesten forgatják július végén a második részt, július 21-től, és az egész, az egész stáb az összes szuper és kevésbé szuper sztárral itt fog felvonulni Pest mellett. Nem tudom pontosan, hogy itt hol van a, az a stúdió, illetve az a terület, ahol ezt ilyen sivatagosra tudják venni a figurát, mint ahogy az a dűnéhez, ugye a háterekhez kell, meg, a, meg, az összes minden jelenethez, de itt lesz elnézést, a vakarózás történik épp az ölembben. Mert olyan kihalt, mint egy sivatag, nem konkrétan Pesten forgatják, de nyilván amikor Magyarországot meg kell említeni, egyetlen egy pontot tudnak hozzá kapcsolni, az Budapest. Ezek általában egyébként Pest mellett szoktak történni, mert ott vannak ilyen um, területek, ahova ki szoktak menni forgatgatni, legyen szó akár hegyes, völgyes dolgokról. Ugye a Witcher sorozatot is sokáig forgatták itt. Eddig voltam jó a simogatásra meg mivel olcsó és szakmailag nagyon jó munkaerő vagyunk a filmiparban, ezért sokan jönnek ide, sokan jönnek ide, és én például azt nem tudtam, hogy az első részből is, ha jól emlékszem, akkor forgattak itt pár jelenetet. Úgyhogy zsírlézáság, aki akar pacsizni a szupersztárokkal, az menjen és lógjon be a forgatásra. Nem, ilyet soha nem mondok. Na let's go, játék megjelenések. Július van, most már 11 napja. A múlt héten még beszélgettünk az f 22 ről ami első jött az Arkegeddonról, ami szintén 5 ez ugye PS plus csomagokba került be, tehát rögtön a megjelenés napján. Illetve mindjárt meg fogom említeni ezt a Gwent Rogue mage még egy pár mondat erejéig, ez is 7-én érkezett, a, kijött a teniszezős matchpoint, a klonoa, nekem ez most derült ki egyébként, hogy ez egy remake, vagy a remaster csomag, úgyhogy ez is nyolcadik óta kint van, illetve most fog érkezni a héten a Loopmancer PC-re, az Escape Academy, és szerintem, amit még érdemes megemlíteni erre a hónapra, 19-én az As Dusk Falls, a Stray mindenképpen, illetve bocsánat, az Into the Bridge, ez ugye a körökre osztott uh, ilyen stratégiai cucc, és ez nagyon jó lett elvileg. Én bevallom nektek, nem próbáltam ki egyik platformon se, viszont mobilokra mostan 19-én a Stray az természetesen alap, illetve itt lesz még a Bright Memory Infinite Next Gen konzolos verziója, és őszintén megmondom, számomra ezzel véget is ér a hónap. Néhány cím azért még nyilván itt lesz. Az Octopath Traveler szintén mobilokra, a Digimon Survive és a Xenoblade Chronicles 3, ugye Switchre hó végén. Nekem ez picit ubi szezon, egyedül ebben a hónapban engem a Stray érdekel, és <kül> terveim szerint ez lesz az indok, amiért a nagyobbik PlayStation Plus-os csomagra előfizetek, mert hogy ez D1 egyetlenként és elsőként bejelentve bekerül ebbe a csomagba, mint egy motiváció arra, hogy egy picivel többet fizessenek az emberek ezért a szolgáltatásért. Na, az előbb ugye ígértem, hogy beszélgetünk erről a Gwentes cuccról, mert hogy a CDPR egyébként ez konkrétan annyi történt, hogy egy egy es cikk kikerült, mint bejelentés, hogy halló, itt egy új Gwentes cucc. Igazából egy single player-es DLC-ről beszélgetünk, tehát úgy a Gwenthez, hogy, hogy ki az, aki nem vege a Gwent nevű önálló játékot? A Witcher 3-ban volt egy mini játék, ugye? Egy kártyajáték, ami Gwent névre hallgatott. Ez később kijött a önálló játék formájában is mobilokon, illetve konzolokon meg PC-n is standalone játékként elérhető, tehát nem kell a Witcher-ben leülni valakivel kártyázni, hogy gventeszhess és elég elég menő um, igazából nagyon jól összerakták a szabályrendszert is a magához a játékhoz maga visszajött ide az ölembe ugye? De ne ide nem jössz? határozatlanak ezek az állatok. Szóval egy marha jó kártyajátékot raktak össze, és ezt fejelték meg utána még ezzel a gyűjtögetős kártyázós történettel, és most ehhez jött ki, ja és ez ugye multi, tehát hogy mások ellen kártyázol gyakorlatilag online, és most ehhez jött ki egy Rug Mage nevezetű single player um, Rug like deckbuilder ez a lényege, tehát, hogy nem mások ellen kell, hogy toljad, hanem gönteszhetsz végre úgy, hogy nem a, az évek óta ö, kártyarambók ellen, vagy hogy is fogalmazzak. Tehát, hogy a profi göntesek ellen nem kell menned, hanem mehetsz egy AI ellen, aki egy tök jó sztoriban, egyébként azt mondják, hogy egy tök jó sztoria van a, a játéknak, azon túl, hogy kártyázol, szóval hozható. Én őszintén megmondom, amikor a Béta kijött a Gwenthez, én akkor játszottam vele egy pár kört, és nem állítom, hogy minden egyes meccset elbuktam, de de a már akkor kőkemény ellen nagyon nehéz volt. És főleg úgy, hogy azóta nincsen összerakott dekem meg, meg ilyenek, én nem szívesen gventezek, mert hát azért szereti az ember, hogyha van egy kis sikerélménye az ilyen játékokban is, viszont ez. Már sokkal több a számomra, és akkor picit nagyobb az élvezeti értéke is. Még egy egy cikk, ugyanis a Lollipop Chainsaw is egy reméket kap majd, valamikor a jövő év folyamán fog megjelenni. Nem tudom, emlékeztek erre a játékra, még ilyen Xbox 360-as, PlayStation 3-as érában jelentez meg, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elmebeteg. Gyere. Nagyon-nagyon-nagyon elmebeteg a game volt. Ugye egy um, kis sajjal kellett benne konkrétan egy um, láncfűrészsel mindent és mindenkit is feldarabolni. Ez a rövid zanzája. És az eredeti um, kiadó és az eredeti stúdió az, akik most ezt a reméket csinálják, és még egyszer valamikor, valamikor a jövő év folyamán fog majd megjelenni. Egyelőre ennyit tudunk róla. Na, aztán Sony hírek. A múlt héten jött, ez azt hiszem, hatodikai, hatodikai Twitter bejegyzés. Érkezett egy újabb frissítés a Horizon Forbidden west amikor is végre betették, ez nyilván ps 5 a VRR supportot, és plusz egy játék illetve nem játék, hanem egy grafikai módot beraktak, ami 40 Hz-es kijelzőket is támogat. Itt van egy kicsit bővebben kifejtett patch note, amiben leírkálják, hogy a VRR és ez a high refresh rate mód, ez 60 és 120 Hz közötti kijelzőket támogat, és ez a balanced, ez ami ugye a leg durvábban kinéző grafikai mód és a performance mód közé ékelődik, az kapott 40 Hz-es Még itt egy csomó non issue meg, meg, fix fel van sorogatva, de igazából ezek a kijelző módok az, amik szerintem érdekesek ebben a patchben. Úgyhogy lassan vissza kéne térni a Horizonhoz is, a Forbidden Westhez. Ugye azt hiszem az előző vagy az előző előtti patchben kapott New Game plus -t. és azt én még nem néztem meg. <kül> azt én még nem néztem meg. Úgyhogy lehet, hogy nem olyan sokára majd egy újabb horizonozás következik. Kicsit szomorú hír, főleg nekem, akinek igazából az évben ez az egyik legjobban várt játéka. Itt a Forspokenről van szó. Uh, ugye októberben kellett volna megjelennie, most nem mondom meg fejből, hogy mikor pontosan, mert fel, van ír, fel volt írva, hogy mikor, de az én aranyha memóriám az ilyeneket képtelen megjegyezni. Viszont január 24-ére tolták a megjelenését. Stratégiai döntésnek írják ebben a, a közleményben. Nagyon közel volt abban az októberi megjelenésben egy csomó másik olyan játék, ami valószínűleg ütötte volna a forspokent. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nem feltétlenül fejlesztési gebasz miatt kell, hogy eltolják. Nyilván, hogy így több idejük lesz még erre, hogy kicsit csiszolgassák, meg kicsit átnézzék a dolgokat. Ez nem baj. Nekem kicsit szomorú ez a hír, mert én azért szerettem volna. Porspockenzteni már idén. Jövő év január végén tudunk erre sort keríteni, úgyhogy. Csinálják meg rendesen ezt a final polishing fest, és akkor minden fasza lesz. Én azt mondom, hogy kivárjuk. Én legalábbis. No, még mindig PlayStation-es dolgok, mert hogy múlt héten volt egy PlayStation Indies, um, hát most az, hogy bemutató, az kicsit túlzás. Lényeg az, hogy itt a blogon is felsorolnak pár játékot, amit most jelentettek be, illetve pár portot, amit most jelentettek be, mert ezek közül azért volt olyan is, ami már más platformokra korábban ugye elérhető volt. Amit szeretnék kiemelni ezek közül, meg amik engem is a legjobban érdekelnek. Sea of Stars. Ez egy kőkori körökre osztott RPG a legfaszább fajtából, így legalábbis ránézésre. Tehát ez a, a Final Fantasy hőskorának nyomdokain gyönyörű pixel art grafikával, és vélhetően nagyon-nagyon-nagyon frankó kombattal. Én ezeket nagyon-nagyon-nagyon szerettem régen én ezért szerettem nagyon a Pokémonokat is annó, mert a világon az egyik legjobb körökre osztott harcrendszerű rpg i meg a régi Final Fantasy-ket is, és iszonyat jól néz ki. Iszonyat jól néz ki. Szóval ez város, ez a Sea of Stars. Retro-inspired turn-based RPG. Eleve így van marketingelve, úgyhogy erre figyeljetek oda. Most a trailert azt nem találom be, de azt is majd linkelem mindenhova, és akkor meg tudjátok nézni. A másik következő az a Cult of the Lamb, amit én már elég rég volt a szemezek, és most itt van, hogy augusztus 11-én érkezik um, playstation is. Láttátok már ezt a gémet? Tehát bárányjal kell harcolni és egy saját szektát gyakorlatilag menedzselni. Sziasztok, ez egy csoda lesz. Remélhetőleg, Mamosz, remélhetőleg, igen. De ez is, ez is. Ez egy fokkal kevésbé retro, kinézetre legalábbis, de hogy már eleve a téma, az, az van iszonyat beteg és ezt minden pozitív értelmével együtt vegyétek, mert úristen. Szóval augusztus 11. Ez város. Ez város. A cult of the Lamb, Mondjuk ebben már láttunk egy csomó minden, de most lett PSS megjelenési dátum is. Ja. Illetve ez biztos, hogy vágjátok, meg egy csomó Game of the Year uh, ilyen indie kategóriás díjat elhozott uh, díjat adokon, az Inscription, ami egy szintén ilyen kártyás deckbuilder, um, és tök vicces, mert itt azt kéri, hogy legyek már plusz 18-as. Szóval ez biztos, hogy sokan ismeritek. Nem kapott, ha jól emlékszem, de most gyorsan azért végigfutok a szememmel a cikken, nem kapott megjelenési dátumot, csak annyit jelentettek be, hogy majd érkezik playstation is. Ez ugye szerintem már egy szűk éve megjelent talán. PC-re biztos. És most lehet, hogy felsülök, de másra nem tudom, hogy kint van-e. Viszont jön playstation is, ami nagyon faszaság, mert én ugye 90 ban azon játszok. Na, aztán vajon elgondolkoznak-e azok, akikről a múlt héten beszélgettünk? Ha emlékeztek rá, ugyanígy hétfő reggel, hogy érdemes volt-e annyit hisztizni, és péniszes képeket küldözgetni a hölgy fejlesztőknek. Mert hogy ugye arról pletykáltak, hogy 30-án bejelenti a Sony Santa Monica azt, hogy mikor érkezik a God of War Ragnarök. És egy héttel később kaptuk meg, 6-án, július 6-án azt, hogy november 9-én érkezik a game. Vajon érdemes volt -e ennyit hisztizni ezen? hogy egy hetet nem bírtak még ki. November 9 és ez 2022, tehát idén november 20 vagy november 9-én érkezik. Egy fél perces nyúlfarknyi kis trélert is kaptunk hozzá. Most ezt nem fogom levetíteni, egy pár um, screenshot az itt szerepel. A a Playstation-es blog bejegyzésben. Igazából szerintem maga ez a trailer ez semmi extra, úgyhogy ezért is nem térek ki rá annyira. Amit viszont most megnézünk, azok, hogy milyen kiadásokban érkezik. Számos a cikám, reggelt! Szóval van egy unboxing videó is egyébként, ezt is megnézhetitek majd, hogyha gondoljátok. Most ezzel nem húzom az időt. Van egy Launch Edition nevezetű elsődleges kiadása, ami PS4-en és PS5-ön is külön kijön. Ugye lehet upgrade a PS4-es verziókat PS5-re, de azt tudjuk, hogy a Horizon Forbidden West volt az utolsó, amivel kapcsolatban ezt ingyenesen tehettük meg. Itt most már a 10 dolláros-eurós ár lesz az, ami a PS4-ről 5-re upgrade-eli, amennyiben PS4-es változatot vásárolsz meg első körben. Na, itt a Launch Edition, ebben van egy valami Risen Snow Armor, és egy Risen Snow Tunica uh, Atreusnak és Kratosnak nem egy nagy történet, ezek mind kozmetikai cuccok, tehát ez ilyen fehér páncélzat meg ruci. Nem ezért vesz valaki launch edition szerintem. Lesz egy standard edition, amiben ö, gyakorlatilag semmi nem szerepel, ez digitálisan, tehát a sztorból is és fizikai lemezes formában is megvásárolható lesz, és itt írja, hogy ha standardet veszel PS4-re, akkor a PS5 verziót plusz 10 dollárért tudod upgrade -elni. Itt van a Digital Deluxe Edition, amiben vannak ilyen, ilyen különböző kis cucok, Itt fel van sorolva pontosan, hogy miket találunk majd benne, mármint magában a csomagban. Ugye PS4-re és 5-re is elérhető lesz a maga a játék ebben a Digital Deluxe Editionben. Plusz egy armor a Kratosnak, és valamiféle kozmetik cucc Atreusnak. Ez itt látható egyébként a képen. Hát annyira nem nagy cucc szerintem, meg és hogy mondjam, általában ezeknél a csomagba foglalt DLC-knél azért sokkal jobb cuccokat is ki lehet szedni magából a játékból. Legalábbis ez a, noa Sima 2018-as -es Gadofor esetében is így volt. Akkor itt valami gripet adnak a fejszéhez, a digital soundtrack az viszont nagyon nájsz, nice, hogy ez benne van. Van egy uh, artbook is, avatar set, és PlayStation 4-es téma. Ez ugye a menü téma. Hát uh, egy dolog miatt éri meg szerintem a Digital Deluxe-ot vásárolni, hogyha van még PS4-es és PS5-ös konzol is otthon a háztartásban, mert ebben mind a két verzió benne van ugyanazért az árért. Ami árat jelenleg még nem tudunk, mivel július 11-e van a mai napon, 15-től lesz előrendelhető a mindenhol is az összes kiadása a God of War ugye itt ott ilyen olyan boltokban itthon is már elég régóta előrendelhető volt maga a játék viszont még semmiféle hárazás egy borító sem volt hozzájuk kitéve megjelenési dátum meg pláne most már ezek ugye nyilván pótolva lesznek illetve az is hogy majd a mindjárt megyünk még lentebb itt görgetek egy picit és megmutatom a két gyűjtői kiadást azok is ugye július 15-től kerülhetnek majd fel a boltok előrendelési listáira. Na, például itt van a Collector's Edition, ami, ami mindjárt mondom, hogy miket tartalmaz. Amire nekem ezek közül fája fogam, az ez a ez a kis steelbookocska. Az előző verzió, vagyis hát az előző játékból nekem itt van még a polcomon mindig a Special Edition, illetve abból a lemezt azt elpasszoltam, és nekem sztorból lett utána megvásárolva később a játék hogy ne kelljen elemezzel szórakozni, de a Special edition -nek a kis tokja, meg a, a, tehát a kartontok, a Steelbook, meg az Artbook az megmaradt, meg volt benne valami papíros is talán, de az igazából lényegtelen, és e, hát jó volna ezt mellé rakni. De az a baj, hogy csak a két nagy gyűjtői kiadásban szerepel Steelbook, tehát most nem lesz belőle Special Edition, ami ilyen kisebb kiadású, az csak a Digital Deluxe, ami ugye csak digitális cuccokat tartalmaz, tehát ezek csak letölthető dolgok, meg a launch edition jön, ami ja meg bocsánat itt volt a standard is, de ugye az se tartalmaz semmit pluszba, tehát nincs egyik se, se a kisebbek közül a steelbook, ami mert egy kicsit szomorú vagyok, mert nem tudom, hogy ez milyen árazást fog kapni, ez a collector's edition, de hogy én nem vagyok benne biztos, hogy bele fog férni öt számjegybe magyar forintban, főleg a jelenlegi valuta árak mellett. És annyit nem vagyok hajlandó kiadni egyetlen egy steelbook miatt az egész csomagért. Na, um itt vannak, itt vannak. Opening the Shrine, mert hogy egy ilyen Shrine dobozocskában lesz benne az összes content. Uh, printed Voucher Code for God of a Ragnarok Game, uh, tehát PS4-es és PS5-ös verziók is elérhetőek lesznek a, ebben a csomagban ott a Steelbook, amiről ugye beszéltem az előbb, uh, nem lesz benne lemez, tehát lemezt nem tartalmaz egyik gyűjtői kiadás sem, csak ezt a letöltő kódot, amit ugye a sztorban kell aktiválni. 100 ezer? Biztos meg lesz a kollektor? Uh, szia KP, és szia EGRI, neked is. Hát, én úgy csatszolom, hogy az a 80-90 amit írsz EGRI, az lesz a legalja, de nem lennék meglepve, ha, ha 100 fölött lenne. És Nekem ilyen összeget az nem ér meg, sajnos. Na, um, itt vannak ezek a kis fa szobrocskák, a ez viszont elég menő, ez a törpe dobókocka szett, az, az menő, és egy 16 incses Mjölnir, ezt sose tudom kimondani egyébként, nekem ebbe a nyelvem, ugye na hát, na hát benne lesz tor, szóval tor, ugye kalapácsa, Úgyis is elmegy három perc alatt, és egy héttel később fent lesz ebay -en. Igen, csak az már, mondok egy nagy számot, fél millió forintért. I know, I know. Na, aztán még itt vannak ezek a letölthető cuccok. Ezek gyakorlatilag, ha jól nézem, akkor ugyanazok, amik a... Nem, nem ugyanazok, mert itt van egy Blades of Chaos fogó markolat, talán Um, is, de hogy ezek kb. ugyanazok, mint a, a Digital Deluxe-os Na, aztán itt van a Jötnár Edition. 7 incses bakelit lemezen ott van benne a soundtrack. Ami menő ami menő. Meg ilyen kis kitűzők is vannak. Meg ilyen másfajta színű dice, mint hogy alkohol dobokockák, és valami gyűrű, meg egy uh, szövetre nyomtatott térkép. Ezek vannak pluszban a mm, sima, sima, szóval a sima kollektorzat is képest. Ha ebből lenne egy kisebb verzió, még te is beneveznél rá. Igen. Nekem bőven elég lenne egy special edition is. Egy special edition, amiben van egy artbook, meg egy steelbook és csá. Ez volt ugye a 2018-as special edition is. Az nekem megvan, azt ugye az előbb is mondtam. És ha külön lehetne kapni egyébként a lemezt, még az is lehet, hogy azt külön megvásárolnám. Tehát nem ilyen, félmilliós jött edition, hanem így szeparálva meg lehetne venni a dolgokat, nekem az is elég lenne. Vagy a játék, vagy a gatyád ráköltött, köztes opció nincs. Igen, igen, pontosan ez az. Tudod, min lepődnék meg az új fornál, Nem tudom, KP, te min lepődnél meg? Min lepődnél meg? Szóval ezek a kiadások lesznek, és ahogy az előbb is mondtam, július 15-től lesz elérhető az előrendelés, és ez reggel 10 óra a Eastern Time for North America. Ezt nem fogom kiszámolni, hogy az nálunk hány óra, de valamikor este fele. Valamikor este fele. Úgyhogy srácok, jön a Gadoff for november 9-én nehéz tízzünk játék megjelenések miatt, és főleg ne zaklassunk vele fejlesztőket, mert majd megmondják, hogy mikor jön, és akkor jön, és pont. Ennyit szerettem volna ehhez a témához hozzátenni. És hát nyilván várós. Na, Xboxok, képzeljétek el, még mindig, még mindig létezik a Games with Gold. Mármint, hogy ez az a szolgáltatás csomag, xbox éknál microsoft éknál ami, ami nem tudom még egyelőre minek van. Az világos, hogy ha multizni szeretnél, akkor kell a live gold előfizetés. Ez tiszta sor. Ez ugye Playstation-on is már. Nem azt mondom, hogy amióta világ a világ, de amióta még a PS3 érában bevezették, a PS pluszt azóta ez így van. De hogy. 2018-ban Blades of Chaos volt, és ebbe visszajön a Card is, aminek nagy szerepe volt a második és harmadik részben. Card a második részben, meg a harmadikban. Én erre már nem emlékszem, bár nagyon-nagyon-nagyon rég nem játszottam a második-harmadik részekkel. Meg ha mi négy játékot ad a gold, nem? Ja, igen, igen, nem mondtam még tovább, mert most közben Kápi megakasztotta a gadoforos gondolatmenettel. ad négy játékot, igen, és ez a Games with Gold. kiszedik októbertől az Xbox 360-as játékokat belőle, és csak Xbox one illetve annál fentebbi generációs Xbox-okra való játékok járnak majd az előfizetéshez havonta. Azt akartam egyébként ezzel mondani, de ki, hogy, hogy így... Na, én nem szoktam általában sírni a PS Plus-os játékok úgymond minősége miatt mert tisztában vagyok vele, hogy azért veszel PS plus is, meg azért veszel Goldot is, hogy multizhas. És az, hogy mellé jár még pluszba a valami játék, az úgy tök jó. Tehát kell PS Plus meg Gold mindenképpen, kivéve, hogyha nyilván ugye csak free-to-play játékokkal játszol, mert akkor, azokhoz nem szükséges, de ha multizni szeretnél, akkor mindenképp kell egy havi előfizetés. És tök jó, hogy jár játék, és pont. Én ezt így könyvelem el magamban. De hogy a, a live goldos, tehát ez a gamesit goldos cuccok, amik át, általában adni szokott a Microsoft, az, az, az olyan minek van kategória és hangsúlyozom, általánosságban beszélek, mert azért nyilván szokott lenni egy-két olyan cím is, hogy így biztos, hogy valakinek bejön, de hogy így mm, amikor ott van egy Game Pass, akkor ez, ez ilyen, ilyen izé. Kezdődik a suli. Jó van, Mamos. Köszönöm, hogy benéztél. Köszönöm, hogy benéztél. Ja, az Olympus, Olympus Card, de az nem szerepelt, úgy mondom, a játékban, tehát azzal nem, olyan értelme nem szerepelt, KP, hogy azzal nem harcoltál, vagy de. Esküszöm, nem emlékszem most rá. Tehát azért olyan súlya nem volt, mint a Blades of chaos Mert annak nyilván egy olyan szimbolikus jelentése volt, egy olyan, olyan értéke a, 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 a sztoriban, hogy, amiatt volt úgymond rab, rabszolga láncra verve a fegyverekre, magára Kratos. Ezért volt hatalmas spoiler, amikor azt így elmondták egyesek a sztorihoz. Na mindegy, ennyiről szólt olyan a hír, hogy az X360-as játékokból kb. kifagytak, és hogy októbertől nem fog X360-as játék járni már a Games with gold tehát az Gold előfizetéshez. Szerintem kivezetik lassan egyébként így szépen óvatosan az egész um, Viszont, amint az előbb mondtam, van ugye Game Pass. És itt is vannak olyan dolgok, hogy minek, de hogy de hogy azért ez egy sokkal durvább és sokkal jobb csomag, Uh, ez egy tizen, bocsánat, 5. cikk, tehát 4-én beszélgettünk hétfőn, uh, mindig kedden, a következő kedden szokott általában kijönni az új Game Pass adag. Úgyhogy az Available Today, az az ötödikére múlt hét kedre értendő. Itt van a Last Call BBS, ez valami indicuc, őszintén megmondom, fogalmam sincs, is, hogy mi ez, és így ránézésre annyira nem is mozgat meg, lényeg az, hogy ötödik évvel kint volt, a Yakuza Zero is, a Yakuza Kivami, a Yakuza Kivami 2, így az egész yakuza is ők is próbálják behúzni, microsoft -ték. egyre több japán cuccot, ezt nagyon-nagyon hangsúlyozta a fia, azt bácsi, hogy, hogy nyitnak a japán piac felé. A DJ Max Respect 5, ami 7-től elérhető, a Matchpoint az ugye day one bekerült a július 7-én megjelenés napján a Game Pass-be is, itt a Road 96, ami szintén 7 -e. az Escape Academy 14-én fog érkezni, tehát ez még ezután. My friend Peppa Pig. Szerintem egyébként ennek nagyon sok szülő, akinek gyermeke, kisgyermeke van, és szeretné leültetni néha, megmutatni neki, hogy milyen az, amikor az ember konzolon játszik. Július 14-től nagyon-nagyon fog örülni ennek. Itt az Overwhelm, az is szintén 14-én, a Paw Patrol, a Paw Patrol is 14-én érkezik, és a Power Rush Simulator Halo július 14 el Ezt dévet láttuk vele, nagyon-nagyon-nagyon jót játszani. Zsíros kenyeres, jó reggelt. Milu, neked is. Csávebó. T-4 nap. Mit, mihez képest, Milu? Mihez képest? Úgyhogy yes. Yes. A Game Pass király. Egyétek ki Xboxosok. Nem csak viccelek. Csak, csak kedek ezekre. Na itt vagy még szalvaszom? Egyem a szívedet. Múlt héten, hanyadika volt ez, ötödike, tehát megint csak egy nappal maradtam le a hírről az induláshoz képest. Két, két nap múlva ilyenkor már a reptéren leszek bőven, Milu. Szóval lesz egy Ubisoft-forward. Beszélgettünk már erről, csak még nem volt hivatalosan bejelentve, azt mondták a múltkori Assassin's creed streamen, ha emlékeztek rá, amikor itt szurkoltunk neki, hogy jaj, 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 jaj lesz-e új Assassin's Creed bemutatva? Hát ugye nem lett. Akkor azt mondták, annyit nyögtek be nekünk, hogy valamikor szeptemberben majd lesz egy event, ahol majd, 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 majd megmutatnak nekünk valamit vélhetően valami új Assassin-ből, és most jelentették be 5-én, hogy szeptember 10 lesz az a dátum, amikor végül egy Ubi Forward Um, hát ez ugye olyan, mint a többi Xboxos bemutatós, meg State of play stream, meg ilyenek. Úgyhogy ez lesz szeptemberben majd, pár nappal az én szüri napom előtt. Hát lehet megkapok egy Assassin's Creed-et. Örülni fogok neki. Aztán vissza le engem magaddal is a kis bőröntkétben. Szeva Szabvex. Uh, az a baj, hogy nagyon föl kéne, hogy daraboljalak, hogy beleférjél. Csak ilyen kabinba felvihetős podgyászom lesz. Úgyhogy az Netces, netces, netces. Úgyhogy szeptember 10, minden ubi rajongó ezt írja fel a naptárba. Minden ubi rajongó ezt írja fel a naptárba. Arról még nincs szó nyilván ilyen júliusi távlatból, három hónap távlatból, hogy ez mit fog tartalmazni. Addig még ugye ezer leak lesz, meg mindenféle dolgok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy azon az assassin kívül még kapunk-e valami okosságot. Amit viszont a múlt héten már megmutattak, az egy School and Bones volt. Az egy School and Bones volt. Meg az október 4-et az Overwatch 2 miatt. Subvex. Csabával majd menjetek játszani. Um, hol tartottunk? Ja persze, Ubisoft és School and Bones. Uh, kint van belőle három trailer, illetve hát egy bő egy órás stream lement. Ebben most csak pár képkockát akarok nektek megmutatni, mert mocskos jól néz ki a játék. Én nem tudom, hogy ez milyen hardverem fut, mert az nincs kiírva. Ez egy cinematic trailer egyébként, tehát tehát nyilván nem így fog kinézni maga a játék, de hogy itt azért olyan képi világot tesznek le az asztalra, hogy így azt a rohadt élet. Ez ilyen Sea of Thieves, csak normál grafikával? Mm, talán egy picivel más irányba megy a történet, de hasonlít, igen. Ha emlékeztek rá, hogy milyen volt az Assassin's Creed 4-es a Black Flag-ben akkor ez kb. azt mivel az eléggé bejött az embereknek, ezt azt a vonalat akarták továbbvinni, és egy önálló játékot készíteni. Sea of Black Flag vegyítés. Szó, szó. Itt ugye úgy néz ki a történet, és mutatja is a csoda cinematic trailer, hogy egy fiatal ember képében hajótörött, tehát egy kalózhajóról hajótörés szenvedel, aztán utána csinálod a kis saját hajódat, és így a nulláról gyakorlatilag felépíted a kalóz birodalmadat. És ö, bevallom, amikor ezt a trélert néztem így az elején, így haló, jó, 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 tudom, 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 cinematik, de hogy így, ahogy itt kinéznek a dolgok, Szia, Black Flags. <laughs> szóval ahogy itt kinéznek a dolgok, az valami brutális. Az valami brutális. És. Hát most nem azt mondom, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert azért nyilván utána megnéztem a gameplay trailereket is ha csak ennyit láttam volna belőle, azt mondom, hogy szó, -szó érdekel. Szia, Black Thieves. Árpád, a ketten ha hajózgatunk romantikusan? Nem, nem. Nem. Ez a gameplay overview trailer. Ebben um, ebbe beletekergetek kicsit. tipikus Ubisoftos menü, ha megnézitek. És ezzel minden jó, tehát az látszik, hogy a játék maga az nem úgy néz ki, mint a Cinematic Trailer. Tehát itt <laughs> ahhoz képest, ami, ami, az előbbi külcsíny volt, itt már azért nagyon-nagyon le van butítva, ha látjátok. Tehát így az a bamba fej, meg a kifejezéstelen arc, meg a tipikus Kontrasztos UBI menü, hogy ilyen valami sötét háttér, és akkor rajta a sárga csík. Jó reggelt, Black Flag 2.0, csákártóz! Meg itt azért már látszik, hogy a vitorla se úgy mozog, nem olyanok a textúrák, mint ami a Cinematic Trailerben volt, meg úgy egyáltalán. Tehát nagyon szép volt ez a Cinematic Trailer, nagyon szép volt. itt nem mozog az emberek szája, furán fejel meg a másik csávó. És nem a megbuk miatt szaggat a, a YouTube felvétel. Tehát mm, itt már megint mindennek gondok vannak. Ha megnézitek, az emberek eleltűnnek a hajóról, itt látod, hogy így, ahogy a view distance-ből kimegy a hajó, még egyszer egy pillanatra visszatekerem, a jobb oldali hajót nézzétek, hogy így eltűnnek róla az emberek. Ezzel nagyon sok baj lesz. Már jó a netem? Most van a test a stream kártos. tegnap kicserélték a routert. Tegnap kicserélték a routert. Szóval, amellett, hogy nekem ez a kalózosdi, maga a tematikát illetően sem annyira a kenyerem, illetve nem is tudom. A játékmenet se nekem, nekem nem szimpatikus annyira. Nem az én játékom lesz, az biztos. Pedig ez is ilyen Ubi Open World, tehát gyakorlatilag minden cseppjét innom kéne és a testembe fogadni. De hogy itt például nem is tudom. Nekem ez fura. Ez lesz a 30 k Black Flag update. Azért ez jóval több lesz, mint a Black Flag. Tehát ezt ne úgy nézzétek, mint egy Assassin's Creed 4 30 ezer forintos DLC. Nyilván. Ne úgy nézzétek. De hogy um, itt mutogatja, hogy milyen hajó típusok vannak egyébként, itt most azt hiszem erről van szó, hogy um, szállító, felfedezős, harcolós típusú hajók, és hogy mindegyik valamiben ugye nyilván sokkal jobb, mint a többi. Hát nem tudom. Engem ezzel nem vettek meg kilóra. Arról lenne szó, hogy egy új Far cry mutogatnak, az biztos, hogy itt nyaldosnám a kijelzőt, mert prostituáltja vagyok annak a franchise-nak, de valahogy engem ezek nem tudnak behúzni. Kicsit beletekergetek még, hogy azért megnézzük, itt vannak a hajók. Meg ugye tengernyi, ha-ha-ha, tengernyi, érted? Kozmetikai cuccot lehet majd vásárolni, ebben nagyjából biztos vagyok, mert hogy szénné lehet kozmetikázni a cuccaidat, meg hát az Ubisoft nyilván szeresse a lóvét. Akkor, mint egy Season Pass. Hát, azért annál ez sokkal több lesz. Szerintem. De nekem annyira nem adja ez a menü, gyerekek. Nézzétek már meg ezt a, oké, okay, hogy itt ilyen, ilyen kalózos könyves tematika, de, de ezek a betűtípus, tehát annyira Ubisoft, Orditról róla, hogy Ubisoft játék. Ami valahol pozitív, de hogy nem, nem, jön nekem be ez a, vagy nem jön nekem át ez a, nem is tudom, egy ilyen kalózos játékban. Full nem így képzelném el a menüt benne. Lehet, hogy ez nyilván az én kis szörszálhasogatós hülyeségem, de csátik jó reggelt. Jack Sparrow DLC, persze. Úgy, úgy, leesik a képernyőről a, a azért. És a, azt már tudom azóta, azt hiszem ebben a trailerben nem mondják el, de hogy egy hajóval többen, több játékos nem tudtok menni, tehát külön hajókkal kell mászkálnotok, hogyha kópban szeretnétek tolni a dolgokat. És ugye van PVP, meg minden. Meg tudják majd hozni a Karib-tenger kalózai franchise mint content? Mm, nem tudom, hogy akarnak-e annyi licensz pénzt fizetni. Nem vagyok benne biztos. Open World és PVE és PVP is. Kártos, igen, 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 igen. <laughs> Ezzel rögtem. Ki jön is. Viszont, Viszont, nézzétek csak meg, Ubisoft logó nyilván ott van, Xbox Series X és S, PS5, PC, Epic Games, Ubisoft Connect, Stadia és a Amazonnak a lunája. Nincsenek Xbox vanok -ok, és nincsenek PS4-ek. Tudjátok, hogy én erről mit gondolok. Tudjátok, hogy én erről mit gondolok. Itt a harmadik tréler. Na ez az, amikor... Én azt mondom rá, hogy ezt köszönöm, nem kérem. Biztos vagyok benne, hogy ebben is lesznek professzionális, kalózkodó úriemberek, illetve úri hölgyek de hogy ez nekem akkor egy ős káosznak tűnik, hogy az hihetetlen. Stadia-ra van, de a régi konzolokra nincs. Hát a Stadia az mondjuk hardwareben erős, csak, csak streameled. Nem akarok trélerek alapján úgy belemenni, hogy, hogy én ezt most így fikázni akarom, de nekem ez nem jön át. Nem jön át ez a játék. És ha őszinte akarok lenni, azt a hisztit, ami körbevette vette, hogy ugye öt évvel ezelőtt jelentették be, hogy úristen jönni fog egy kalózos játék, hogy mekkora lesz majd. Szóval én ezt a hisztit se annyira értem ez alapján. Ja, vágod, rakétákat lőhetsz ki a hajóról. Rakétákat. Mármint érted, rakétákat lőhetsz a hajóról. A hajóról, ami vitorlával halad előre a vízen. Elnézést, nem akarok itt ennyit fikázni, de Szia, Ádám, jó reggelt! Hát nem tudom. Nekem bejön, de unásik magad, vagy mivel tartják fenn a játékos bázist? Ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Valahol ami nekem őskáosznak tűnik, a gameplay, az valahol olyan brutál és feel kell, hogy legyen, hogy, hogy, behúzza az embereket. Nagy kérdés, hogy ez mennyire tud. Főleg egy Sea of Thieves mellett, vagy után labdába rugni. Öt évnyi fejlesztési húzavonal, hát tudjuk, hogy ez a játék gyakorlatilag a semmiből, nem a semmiből, hanem, hanem a sülyeztőből jött vissza konkrétan. Úgyhogy nem vágom, hogy ezt kinek szánják. Ettől függetlenül azért szurkolok a játéknak, mert, mert nem vagyok az az ember, aki rosszat kíván legyen belőle meg a kis pénzük, és csináljanak nekem következő jó Far cry -t. De ez nem nekem lesz. Mivel nem tudtak többen egy hajón lenni, ez inkább egy World of Warships Hallows Edition. Amúgy igen, amúgy igen. Ez egyébként fura, hogy egy hajóra egy játékos mehet. Ez fura. Nézd, van egy meglépő ötlet. A Black Flag, a motort fel kell csinosítani, és már kész is az új játék. De hát, Kartos. Meg tudja nekem valamelyikőtök mondani fejből a Black Flag mikor jött ki? 2010. Azért azt 2010 nagyon kevés volt, nem? Én már azon is nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam most a hatos farkrai esetében, hogy még mindig a DUNIA kettes t használják, ami. ami azt hiszem a harmadik Far cry debütált. És azóta ez a hatodik, tehát négy részsel ezelőtti. 2013. Gyerekek, az majdnem tíz éve volt. A gyakori engine nem lenne szabad csinosítgatni. Kurvára elnézést. Nagyon-nagyon-nagyon egy másikat kellene használni helyette. Egy újabbat. Tehát amikor amikor mindenki gyakorlatilag, akinek esze van, az az Unreal Engine 5-ös reállát, ami fél éve se elérhető a kisebb fejlesztők számára. Akkor ne egy tíz éves engine-ben gondolkozzunk már. Oké, okay, hogy amikor ezt öt éve kezdték csinálni, 2000, nem akkor kezdték el, de 2017-ben jelentették be ugye az e 3 hogy ez a játék készül. Hát nem tudom. Pedig ez a divat már kevés befektetés, sok bevétel. Nem ez a divat. Nem ez a divat. Az, az oké, okay, hogy kevés energia, meg kevés pénzbefektetés. De hogy az energiabefektetés, meg a pénzbefektetés az most már az Unreal Engine-ekkel, meg, meg igazából a Unity-vel is. Sokkal könnyebb, mint egy saját motorral szórakozni. Ez olyan, mint a Kodoknál volt. Egyébként igen, viszont már ott is rájöttek a kodoknál, hogy, hogy nem jó az, hogy mindig csak így izé foltozgatjuk, fortozgatjuk, csiszoljuk. Ugye a 2019-es Modern Warfare-hez nulláról írtak egy új engine-t az Infinity ward és most az van továbbfejlesztve, vagy lett továbbfejlesztve a vanguard is, illetve most a Modern Warfare 2-höz, és ez az engine lesz az, amire utána most már, ha jön Black Ops cím, mert nem tudjuk, hogy a 2024-es az Black Ops lesz-e, amit a Treyarch csinál, egyébként nagyon valószínű, de még fixen ez ugye nincs meg, de hogy az is, amit a Treyarch nyom, illetve amit a majd a Sledgehammer fog a következőben kiadni, azok is mind-mind-mind-mind ezt az Infinity ward motort fogják használni, tehát ők is most már a new era of Call of Duty, ugye így nyomják a marketinget a Modern Warfare 2 esetében, egy full új engine t írtak. És ez milyen jó engine lett. True, true. Abszolút true. Na mindegy, srácok, ez lesz a Skull Bones. Engem nem vettek meg kilóra, de azért szurkolok, hogy legyen belőle egy fasz a játék, mert kell az zsé az én farkrájaimra is. Na, viszont még maradunk egy picit Ubisoftos híreknél, ugyanis múlt héten, ezt most meg nem mondom már melyik nap, de kidobták azt, hogy készül a The Division Resurgence, aminek fel lehet iratkozni már is a beta tesztjére. Nem tudom, Ádám, ez téged érdekel, gyorsan bedobom a izébe a chatre a linket. Ben Ho, jól lejtem a nevet, köszönöm a követést, szia, szia. Ez a Division 3 gyakorlatilag? Mondom, 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 Milu. Ugyanis, ha lejjebb görget az ember, akkor el tudja olvasni ezen a bejelentős oldalon a Game Overview szekcióban, hogy The Division Experience on mobile. Tehát ez egy fullos division mobilokra, iOS és Android rendszerekre. Controls and user interface are specifically tailored to ensure a smooth experience on handheld devices, Enjoy a new entry of the acclaimed third-person shooter RPG and original game modes set in an urban open world. Tehát konkrétan csináltak, és ezt egyébként pletykálták már korábban is egy új uh, sztorival, ami ugye PvE kampány, ami kapcsolódik a DV-12-höz. Hogy fog már melegedni ettől a telefon? Úristen. Pont a múlt héten néztem az új 6-os teszteket. Vicces, mert nem annyira nagy ez a screenshot, de ahhoz képest, hogy ez egy mobiljáték, ez egy pár, pár éve konzolán néztek így ki a dolgok. Csak mondom. Szia, Evelyn, derég lettélek már, jó reggelt! Poki release várok meg a Forza DLC-re. A Poki a PC-sre, ja, -e, gondolom, Ádám. Úgyhogy jó, nyilván nem egy Next Gen konzol élmény, meg nem egy PC ultra settinges grafikad, de szerintem nem néz ki rosszul ahhoz képest, hogy, hogy, mobil. Nyilván nem nagyon vagyok egy mobil játékos én se. Regisztráltam hogy -e, mert belenézni, belenéznék, hogyha megtehetem ingyen, anélkül, hogy a PVE kampányos, mit tudom én, 20 eurós játékot meg kellene vásárolnom, nem fogok vele egyébként utána szerintem játszani, de kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy működne az én telomon például. Ki nem állhatom amúgy a a touch kontrollos dolgokat, tehát nekem a, a 2048 meg az ilyen passzián szintű játékok ig fekszik a touch irányítás mobilos játékokban, de kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Ezt, ezt nem, nem, tagadom le. Kornisom, jó reggelt! Nem is értem, miért kell a mobil gaminget erről tetni. Milu, ezek elsősorban nem az európai, európai piacra mennek. Ázsiában olyan szintű mobiljátékos piac van, ami a konzolos és a PC gaminget úgy világszinten egyben körözi. Mi ezt el se tudjuk képzelni... Elnézést. Mi ezt el se tudjuk képzelni egyébként, hogy, hogy kint mi megy. Ezeket nem nekünk csinálják. Alán szennyoljára, szevaszatikám, jó reggelt! Csak raknak bele kontrollertámogatást. támogatást. Biztos egyébként, biztos, biztos. Figyeld meg, ó, lesz, mint a Diablo Immortal, hogy újabb OS-hez lesz kötve, kisebb tudtam próbálni a régi telefonom miatt. Ja, hát biztos, biztos, persze. Ezek nem futnak el egy izé, iPhone 4-esen, meg mit tudom én, mint Galaxy S3-on, meg ilyenek. You are already registered. Így is van. Én bizony iOS-ra regisztráltam. De Milu, most ezeket fölösleges belevinni szerintem, hogy a kávéfőzőn szeretnél izé játszani meg ilyenek. Ezt el kell fogadnunk, hogy a játékfejlesztők a piac szerint fejlesztik a dolgokat. Engem ez kíváncsiságból érdekel, nem azért, mert én a telefonomon szeretnék Luther-súterezni, nyilván, mert ahogy mondtam, a 2048 irányítása az, ami még nálam elmegy: hogy jobbra-balra föl le uh, húzgálom a képernyőt, és mennek rajta a négyzetek, eddig terjed az én skillsetem, de hogy ettől függetlenül azért kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet egy csóró telefont sanyargatni, és hogy mit lehet belőle kifacsarni. Ha engem kérdezel, már pedig nem kérdeztél. A Diablo Immortal nagyon rossz irányba ment. Erről egy külön streamet lehetne tolni egyébként a diablo -ról. Naponta egy millió dollárt keresnek a Diablo immortal a Blizzardék. Naponta egy millió dollárt keresnek a diablói mortállal. És ezzel szerintem mindent el is mondtam. Végig túlhatják a telefont, és elpukkan, mint egy Note 7. Hát akkor vehet másokat, és ugyanazon tolhatja tovább. Ez... Az... Fejlesztőt nem nagyon érdekli szerintem. Vágom, Milú, és nagyon jól tudod, hogy egy, én sem vagyok telefonos player, nekem, hogyha játékról van szó, akkor itt a konzol, a PS5. Tehát én is ilyen szempontból idézőjelbe teszem, hogy old school gyerek vagyok. Nekem van a streamelésre egy laptopom, van munkára, meg zenélésre egy másik laptopom, játékra pedig ott a konzol. az én agyam is így van belőve. Nekem a kis kíváncsisági izémet, hogy úristen, hol tarthat a technológia, hogy vettem egy új telefont nem olyan régen, és meg akarom rajta nézni, hogy mit tud egy ilyen szintű játék esetében. Engem ilyen szempontból érdekel egy ilyen division, és miután esetleg bevettek a bétába, és kipróbáltam, onnantól kezdve engem nem fog mozgatni az, hogy ezen játszak. Abszolút adom a te véleményedet, de még egyszer mondom, ezek nem nekünk készülnek, hanem a 14, meg 16, meg 18 éves japán gyereknek, aki egész nap egy budinyi területen él otthon a szüleivel, és tud ahelyett, hogy egy tévét kéne a szobában valahol, ahol egy helységben lakik egy ötfős család, egy tévét kéne elhelyezni egy konzollal, a sarokban ülve egy telefonnal játszhat. Ez nekik készül, nem nekünk. Ugyanúgy PS4 Pro eladó. A budiméretű lakásban ülve switch-el is játszhat. Azzal a switch-el, ami 2017-ben, amikor megjelent tavasszal, egy alsó középkategóriás tabletnek számított. 5 évvel ezelőtt. És 720 p pén nyög egy csomó játék alatt. Azon a switch-en. Neiken fog szerinted szívesebben játszani egy, egy kis rác, egy uh, csúcs telefonon, amit amúgy is kakséért, meg pisikeért kihoz bármelyik szolgáltatótól apu, vagy egy öt évvel ezelőtt elavult hardveren. Szerintem szerintem ez viszonylag egyértelmű. meg, meg amikor, ezeknek a srácoknak van igénye úgymond normális játékokkal játszani, nem az indi szarokkal a Switchen, mert az egy limitált elérhetőségű hardware, egy limitált játékkínálattal, nyilván nagyon jó exkluzívok vannak rá, de hogy amikor a srác, akinek egy száll telefonja van, divisionözni szeretne, és nem pedig mit tudom én, pokémonozni, akkor inkább Steam Deck. De telefonja mindenkinek van. Kornis, Kornis, ú, most belemehetünk ilyen társadalomkutatós izékbe. Japánban nem azért élnek kicsi helyeken az emberek a legtöbb, mert nincs pénzük nagyobbra, hanem mert annyi hely van az egész szigeten. Tehát nem azért, mert nem tud vásárolni egy rockfonhatost, ahogy írod, hanem mert, mert be van zsúfolva tengernyi ember egy pici uh, épületbe, ami a, az égig ér, és nincsenek benne nagyobb lakások. Sok jó ember kísérni is elfér. Nagyon rárugóztuk erre a rockfonra. Én nekem most ez onnan jött, hogy nemrég jelent meg, és láttam rá egy pár tesztet róla a múlt hét folyamán. Ne, ne, ne a rockfonra koncentráljatok. Azt se tudom egyébként mennyibe kerül konkrétan, mert, mert fogalmam sincs. Annyira nem érdekel a téma, hogy utána nézzek. Itt egy, itt egy iPhone. Neked is van egy iPhone-od, meg másnak is van egy iphone -ja. Ezeken is elfut. Nem kell hozzá rockfonhatos. Bence, köszönöm szépen a közvetést közben. Szia, szia. Meg, ha jól tudom, az a ROG Phone 6 nem is feltétlenül a legdurvább hardware csak úgy az egyik legdurvább hardware -ileg. Mobilon akar a nővéred mindent megcsinálni, tiktek? Na hát, oké. Okay. Az lett emlegetve, mert valószínűleg az egyetlen, ami nem olvad le, mint egy reaktor. Lehet. Nem tudom. Én nem vettem el ezt a Division-t se egyébként. Nem én vagyok a célközönség, ahogy ezt az előbb is beszéltük, de, de én abszolút nem vettem el, mert attól, hogy engem nem érdekel, attól másnak még okozhat örömet, és fizethet az Ubisoftnak jó sok pénzt majd a kozmetikákért, meg remélhetőleg nem lesz pay to win, de hogy na. Engem a kíváncsiság hajt, hogy megnézzem, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Őszinte leszek egyébként. Ez sem érdekel nagyon, de az előző School and Bones az engem még kevésbé. Pedig az még a saját konzolomon is elérhető lesz. Úgyhogy ezzel azt hiszem sokat elmondtam a School and Bones-ról. jövőre visszatér az E3, és minket a tengernek, illetve az óceánnak ezen az oldalán az kevéssé érint, de hogy ez azért nagy szó. És ami még nagyobb szó, ugye három éve nem volt E3, és az ESA, aki a eddigi szervező és ugye a brand tulajdonos, kiadta a ReadPopnak. Popnak akik a PEX, a New Yorkos Comic -Con és a Star Wars Celebration szervezői többek között. Tehát az eddigi a, akik hát nem éppen a legvendégbarátabb szervező cég, maradjunk ennyiben. Tehát eddig ugye ők szervezték, és most kiadták a Read Popnak ezt a jövő évi és az, hogy most júliusban erről beszélgetünk, hogy a jövő évit már elkezdték szervezni, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon pozitív. Szerintem ez nagyon pozitív, és főleg az, hogy nem, nem az eddigi greedy um, ez nem is cég, azt hiszem talán alapítvány, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen, ilyen fura fura uh, szervezet, de lényeg az, hogy hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fasz a hír. Mondom még egyszer, minket itt Magyar Honban ez kevés érint, viszont én szerettem ezeket mindig nézegetni és sorgatni a nyálamat, hogy de jó lenne egyszer eljutni Los Angelesbe és megnézni ezt személyesen is, és örülök neki, hogy nem hal meg, és talán egyszer lesz rá, mint ahogy most a twitch konra is kimegyünk, talán egyszer lesz rá lehetőség és esély, hogy még a én is megjelenjek egy ilyen élőben, mert ez biztos, hogy rohadt menő lehet úgyhogy örülök, hogy nem hal ki, és annak még jobban, hogy egy tök jó szervező csapat veszi a kezébe a dolgot. Ez a hír, ez kb. Egy rövid twitteres gondolat, mert hogy jelenleg tesztelés alatt áll a CoTweet nevezetű CoCreate, co co egy CoTweet nevezetű funkció, ami annyit tesz, hogy meg tudsz valak... Fú, ez annyira cheesy, ez a, ó, oh, izé, nagyon, nagyon faszoság, tweeteljük ki együtt. Tehát, hogy ketten lehettek a tweetnek a szerzői. Ketten tweetelhetitek ki ugyanazt. Itt mutatja, hogy you've been invited to co with with valaki, elfogadod, ha megnézted a tweetet, és akkor úgy fog kinézni a dolog, hogy mind a ketten a szerzői vagytok a tweetnek gyakorlatilag. Ez tök menő funkció szerintem. Ez tök menő funkció szerintem. És mind a az engagement az mind a kettő töknek megy. Ugyanez, mint Instagramon. Van ilyen Instagramon? Na ennyire vagyok én Insta felhasználó. Subvex majd arra is kitérünk mindjárt a Titanfall-os cuccra. Egy-két hónapja van ilyen funkció? Oh, nice, nice. Hát akkor nyilván a Twitternek is át kell vennie. Nyilván a Twitternek is át kell vennie. De ezt tetszik, amikor kollabolni lehet, és egymást tolni a social médiában, az mindig, nekem az mindig szimpatikus újítás. steam lista múlt hétről. Még mind, már megint, még mindig az első a Steam Deck. A Reft a második, a múlt heti negyedik helyről. A Monster Hunter Rise DLC, ugye a Sandbreak valamelyik csomagja, mert hogy fogalmam sincs, hogy ezek most hogy, hogy jönnek össze. Ez a harmadik helyről, szintén a harmadik helyre maradt a múlt hétről. A negyedikre jött föl az F1-22, a Red Ornát az ötödik helyre ugrott be. Ugye ez múlt héten nem volt itt a Monster Hunter Rise plusz Sandbreak csomag, tehát ez a, az alapjáték és DLC egyben ez is maradt a 6. helyen. Simán a Rise az a hetedik, ez múlt héten is a hetedik volt, a Rust egy helyet jött föl a nyolcadikre, a kilencedikről, az It Takes Two beugrott vissza a kilencedikre, és a Red Dead Redemption 2 a tizedik erre a hétre. Én ezt tökre szeretem minden héten nézegetni egyébként. Annak ellenére, hogy nem nagyon, nem sokat vásárolok a Steam-en, de az olyan érdekesen alakul mindig nekem számomra. Ezért szoktam megbotogatni nektek is. Hogy a redded. Biztos vagyok benne, hogy megint valami akció volt, mert úgyhogy az itt textu az szerintem még mindig elérhető a Game mert hogy ugye az EA Play-ben is bent van, és hogy valaki megvásárolja, fura fura nekem. Steam Deckre még mindig egy év a kiszállítási idő? Nem, valószínűleg azért is pörög most az első helyen, mert ilyen top 5 körül szokott lenni egyébként, vagy egy picivel lentebb. Múlt héten beszéltünk róla, hogy az előző héten volt hír, hogy pörög pörög a Steam Deck gyártás, nem kell egy évet rá várni, nem tudom most pontosan mennyit, de hogy a második körös előrendelőknél tartanak jelenleg, úgyhogy nem azt mondom, hogy minden oké, okay, és holnapra megkapod, ha tegnap rendelted, de hogy már azért jobban pörög, mint amennyire eddig a gyártás. Ádám, Modern Warfare, itt vagy még? Imádtam ezt egyébként. Imádtam ezt egyébként, mert hogy hétfőn beszélgettünk, és ez ugye 6.45 MST, ez amikor délután jött ez a hír. Úgyhogy egy hetet vártunk arra, hogy Tom Henderson bácsi, ugye a fő battlefield es Kodos Liker cikkéről beszélgessünk. Itt, jól van Ádám? jól van Ádám? Mert hogy ugye hivatalosan ez a DMZ mód még be sincs jelentve, ami ugye a Modern Warfare 2 ben vagy külön, vagy valahogy érkezni fog hozzá. Hú, lehet, most egyet fogok. Vagy nem. Mi az a DMZ? Én erről lemaradtam. Na, akkor kezdjük a legelején. Pletykálnak már Régóta egy olyan Call of Duty-módról, amit még a Warzone idején kezdtek el fejleszteni. A Warzone az ugye 2020. márciusában meg is érkezett, azóta lehet talni, free-to-play élmény, és hát tudjuk, hogy gyakorlatilag azóta is nyomtatja a pénzt az activision és az összes Activision-es stúdió erre van ráállítva, hogy fejleszték. Kornis. Ennyi felesleges pontod van? De hogy elvileg az Infinity Ward, és még egyszer mondom, ezek nem hivatalos infók, tehát ezek még uh, ilyen insideres, líkelős pletykálós dolgok, úgyhogy úgy óvatosan kezeljétek, de elvileg már amikor a Borzont fejlesztették, akkor készülőben volt egy DMZ-nevezetű, um, kicsit a tarkovra hajazó olyan bemész, lootolsz, és aztán extraction a végén, játékmód. Lifeless streamer néző vagyok. Johan Korn is, köszönöm. Tehát nem egy az egyben átveszik, és átültetik a tarkovot, nyilván, hanem, hanem úgy valamit, valamit úgy, de olyan kodosan. Deathmatch zone. Hú, valahol le volt írva, hogy ez mit jelent, hogy milyen hogy lehet kibontani a mozaik szót. Őszinte leszek, nem emlékszem rá, Szabvex. De nem Deathmatch Zone, az biztos. Az nem Deathmatch Zone. És egy pár héttel ezelőtt arról plegykáltak erre, vagy ezzel a játékmóddal kapcsolatban, hogy nem fog idén megjelenni a Modern Warfare 2-vel együtt, hanem valamikor a jövő évben fog érkezni, és fullosan külön free-to-play címként a Warzone, ugye? És most ezt száfolja ez a, ez a cikk, egy újabb értesülés. Tök jó egyébként, hogy likerek egymást, <laughs> egymást száfolgatják jobbra-balra. Uh, Call of Duty 2.0, ez lesz ugye gyakorlatilag a The New Era of Call of Duty, amit ugye a marketing szövegekben tolnak, és ugye itt arról van szó, hogy a pletykák arról szóltak eddig, hogy a DMZ, vagy DMZ, attól függ, milyen nyelven beszélünk angolul, valamikor jövőre fog érkezni. Viszont itt most arról szól ez az értesülés, hogy már a Modern Warfare 2-ben, ha nem is a megjelenéskor, de a későbbiek folyamán valamikor egy külön módként, de a játékon belül, tehát a 60, 70 eurós játékot megvásárolva lesz csak játszható. És hogy nagyon dolgozik rajta az Infinity Word. Egyébként arról tudunk, hogy mitől lesz ez New Era. Árpádom, nagyon szépen köszönöm a Jézusom. Három éves, 36. hónapos feliratkozást. Három éve. Hát mi lehet itt fogunk megösszülni. Nyomod, Árpi, nyomod, ugye szövegsz? az kemény. Mi volt a kérdés? Árpád közben lesokkolt. 70 euró, dübörög az euró árfolyam. Ja, a New Era, a New Era. Ö, igen. Amit az előbb beszélgettünk, hogy az engine, hogy most egy engine lesz az összes kodban például. Ugye az Infinity Ward által készített a 2019-es Modern Warfare-hez nulláról megért zíró Engine, az az, ami most nagyon-nagyon-nagyon ki lett pofozva a Modern Warfare 2-höz is, meg a vanguard is valamennyire, ugye a tavalyi kodhoz, és ez lesz az engine a kodokhoz. Tehát az összes kod alatt ez fog futni innentől kezdve, ami megjelenik majd. Az Euróárfolyamra folyamra visszatérve, Ádám, utatom. Mázli, hogy a Playstation Store nem követi le a napi változásokat. Tehát ami 70 euróba kerül Modern Warfare 2 cross-gen bundle, az 26 ezer forint Playstation-en. Nem tudom, hogy ez nektek PC-n hogy fog alakulni. 28.525,63 század forint jelenleg. PC-re? Az, az már úgy necces. Mire jutunk a release lesz 30 is sajnos. És ez ugye úgymond alapcsomagos. Ez az alapcsomagos. Mere felett van a, nagyobb csomag a Volt Edition, az 33 ezer forint. playstation ön. Betleneten csak euróval lehet fizetni. Az viszont elég netz. Az elég netz. Hát most mondanám azt, hogy akkor rohadt gyorsan rendeljétek elő. Ha szeretnétek majd vele játszani. Szia Balázs, jó reggelt! rohadt gyorsan rendeljétek elő. Jobb ötletem nincs. Vagy pénzt kell váltani. Hát, ok. Ok. Ez a hír egyébként kb. ennyi, tehát ez kb. kifújtunk vele, hogy vagy... Jézusom, bocsánat, nem tudom, ez belehallatszott-e, de én eléggé megijedtem tőle, pattant egyet egy műanyag amiben ásványvíz van, és a hűtőből kivett hőmérséklete valószínűleg most pattintotta ki. Pésben az olyan, hogy már a forintban számolja. Igen, 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 igen. Ez egy ördögi kör, drágul minden, de lesz. leszel, játszanál mindennel, hogy jobb kedved legyen, drágul minden. <laughs> várunk öt évet, és megvesztük third party oldalról. Hát, ha csak a kampányjal játszol, akkor érdemes várni öt évet, és addig kerülni a spoilereket. De a Call of Duty, és valószínűleg 2023-ban nem fog új Call of Duty jönni. Még ez sem fix, de valószínűleg nem fog jövőre új rész érkezni, hanem két évre kitolódik a Modern Warfare 2-nek a támogatottsága. De eddig ugye gyakorlatilag arról beszélgettünk, hogy a kodok, a shooterek fifái, amiben mindig évenként veszel egy újat, és az az egy év, amíg azzal játszol, és utána váltasz a következőre. Úgyhogy ha multizni szeretnél, akkor, akkor ez, hogy öt évvel később vesszük meg, az már nem. A, ott már felesleges a multi miatt venni. Mi a véleményem az Elden Ringről? Egy nagyon fasz játék az Elden Ring. Csak én egy kicsit kevés vagyok hozzá, ennek ellenére azért, azért eléggé élvezem, amikor elseggelnek benne. Kb. ennyi. Na még egy kis modern warfare, mert hogy még ez is pletyka, ez is pletyka, de hogy a beta dátumok elvileg megvannak, ami úgy fog kinézni, hogy weekend Edge, ez csak playstation ugye még mindig él, és ha jól emlékszem, akkor még három kodra, tehát a Modern Warfare-re, a következő uh, Trailer-kasra, és azután a következő Sledgehammer Games által készített kodokra uh, vonatkozik még a Sony-val való szerződés tehát még bőven számíthatunk ilyen PS exkluzívos dolgokra. Early access amikor ugye az előrendelők játszhatnak, PS-es előrendelők, szeptember 15-16, és nyílt beta PlayStation-on 17-19, tehát ez egy, ez egy jó hosszú hétvége, ha jól néztem, ha jól emlékszem. És a crossplay beta, ugyanúgy, ahogy a Vanguard esetében is volt tavaly, szeptember 22-23 az előrendelők esetében, és a teljesen open beta, ami minden platformon, mindenki számára elérhető lesz, az szeptember 24-26, ugye két napot spórol, két nap hamarabb jutnak hozzá az előrendelők, itt is, illetve a Playstation-es Na még egyszer, szóval a playstation esetében is. Úgyhogy emiatt egyébként, hogy aki PSN elő sem rendeli, és más platformon előrendelő, PC-n vagy Xbox-on, emiatt rengeteg-rengeteg-rengeteg fikát kapunk playstation -osként. És a jó anyánkba el vagyunk küldve mindenki által, aki. Mert hogy mi az, hogy aki elő sem rendelő, hamarabb játszhat vele. És az a baj, hogy én erre azt mondom, hogy rendben, hogy most itt én vagyok PS-ként a kivételesebb helyzetben, de hogy bárki vehet PlayStation-t, és kipróbálhatja egy héttel hamarabb, vagy öt nappal hamarabb, mint a 22-i előrendelők a többi platformon. Úgyhogy ne az én anyukámat szidjátok már azért PC-sek, meg Xbox-osok léci, hogy a Sony kötött egy szerződést az activision -nál. Ez ilyen. Nekem meg majd másik konzolt kell vennem ahhoz, hogy redfall hm? Ez ilyen. A szokásos platform háború. Bizony, bizony, bizony. Az új Gov játék ideje mennyi lesz? Hát Balázs, én satszolom olyan 30 óra, 35 óra körülre, mint az előző rész is volt. Valami futurisztikusabb falonfutós témát igazán adnék most már, mint amilyen a BO3 is volt. Fú, én meg inkább a Boots on the fajta shooteres vagyok, Subvex, mert a falonfutás az nekem túl sok dimenzió. Csácsaba, jó reggelt! nem, nem lesz most első világháborús. Nem lesz. Valószínűleg a player base inkább PS ezért vannak kiemelve, nem? Nem, de van egy szerződéses kész. Ennyi, ennyi. Ma cserülünk pár hétre a govról, a PS-t. Szerinted én nem fogok govozni? Árpád. Szerinted én nem fogok govozni? Instant. Nem. Jó, van akkor. Na, bungó. Beszélgettünk az előbb mobilos játékokról? És volt nagy felháborodás a cseten? Jól emlékszem. A Benji a Netizzel, ha már ugye a Diablo Immortáról is szó volt az előbb, ez még mindig plecska, nincs megerősítve, de hogy közösen dolgoznak egy mobilos súteren. Én hát vagyunk ezen a cikken, és jövök vissza. <laughs> Jó, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Szóval, uh, yes. Képzeljétek el a Destiny-t mobil eszközökön. Képzeljétek el a destiny mobil eszközökön. Nem tudom, emlékeztek erre, azt hiszem, négy éve, 2018-ban, 19-ben valahogy a NetEase, ha jól emlékszem, egy, milliárd dollárt öntött a bungie -ba. És ez a cikk szerint, meg egy-két megerősítés szerint, azóta dolgoznak Benji-ek a NetEase-el ezen a mobilos cuccon. Destiny 1, a Division mobilverzió. Ma beszélünk. Jó van, minokám, puszilag? Most már a budin is Destinyzzek. <laughs> yes, Korn is. Kb. 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 Meg a fürdőkádban. Úgyhogy um, Pete Parsons, ugye a Benji ceo -ja, Revealed that netizenshez a significant amount of experience in mobile we bungee don't have and that this partnership is uh, will allow them to incubate new ideas. Tehát, hogy a Bungie lerakja az asztalra a shooteres tapasztalatot, a NetEase pedig a mobilos tapasztalatokat, és ebből lesz a világ legjobb mobilos shootere. Mármint az ő elképzeléseik szerint. Egy Destiny, amivel játszott a rádiótelefon. Rádiótelefon. Úristen, az a, az a megnevezés. Szabvex, én is kíváncsi vagyok rá, az rohadt élet, hogy én nem fogok mobilon destinízni, <laughs> mert még PSN sincs sok időm rá, de hogy még de hogy még mobilon is, jaj. Na, Rockstar. Ez szerintem hogy nem egy túl jó hír. Ez egy Kotaku cikk, ami arról szól, hogy készültek, avagy tervben voltak, és ez is pletyka egyébként, tehát ez is valami belsős forrásból származó info alapján megírt a cikkecske. Készülőben volt, vagy tervezgették a GTA 4 és a Red Dead Redemption első részének a remékjeit a rockstar -nál, de hogy ahogy a GTA trilogy, hát hogy fogalmazzak, bukott, vagy ahogy elsült, nem a legjobban. Ennek a propóján azt mondja a Rockstar, hogy hát akkor hagyjuk, inkább dolgozzunk teljes gőzzel a GTA 6. részén, amit azt hiszem, talán egy hónapja beszéltünk róla körülbelül, hogy bejelentették, hogy csinálják, és hogy még évek múlva fog a kezünkbe kerülni, de hogy az akkora projekt és akkora elvárások szerepelnek a játékosok oldaláról, hogy muszáj, hogy minden erőt abba tegyenek. RIP Red Dead Online Mindjárt erről is beszélünk, igen. Amúgy adom, csinálják, csak addig kijátszom az ötödik részt is talán. <laughs> Mármint az online -t. Hát igen, 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 igen. Úgyhogy pedig a reddedet, az, az első reddedet, hogyha lehetne a Playstation 3-nál modernebb készüléken játszani Playstation-ösként, azt én nagyon adnám. Az egy brutál jó játék volt, hát a mai napig is jó játék, csak hát már nyilván az is 2010-ben jelent meg, azt hiszem, környékén, 2010 környékén. Hát nem egy mai csirke, és hát ugye a PS3-as cuccokkal nem tudunk játszani jelen pillanatban semmelyik ps ami mi újabb lenne. A Destiny mobile -ért már érdemes rockfon venni. Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Na, úgyhogy ez kb. ennyi, és akkor itt van a Red dead cucc. Grand Theft Auto and Red Dead Online Community Update. Sok minden érkezik majd a GTA online-ba, szuperság, a világon a legtöbb játékos ezzel játszik, főleg amióta kijött PS5-re és Series X re is, meg S-re, szuperság. És akkor itt van az, hogy itt van az, hogy Red Dead Online gyakorlatilag ez a pár bekezdés arról szól, hogy nagyon-nagyon köszönjük azoknak, akik eddig játszottak a Red Dead Online-ban, de sajnos kiehetitek, mert hogy rendes, élhető nagy update nem fog már érkezni a játékhoz. És pont. Mármint, hogy a, az online részéhez. Én őszinte leszek hozzátok, olyan dögunalmas volt a Red Dead Online, hogy az hihetetlen. Egy-két órányi ökörködésre való időnél tovább. Minden tiszteltem azoké, akik ezt tovább tudták tolni. De nekem az, hogy most ilyen kalap, meg olyan pisztoly, meg amolyan gatya legyen kigrindolva. Még az az egy-két óra uncsi volt. Hát nekem célom volt annó a Red Dead 2-nek a platinája, amihez az 50 szintet el kellett volna érni az egyes számú karaktereddel, ja, tehát az egyetlen karaktereddel, de hogy azt hiszem ilyen 40 alatt éppen megálltam, mert szénné untam az egészet. Szénné untam az egészet. Egyszerűen, jó, én, én még nagyon az még a, a, maga a játék, tehát a teljes reddet kettő megjelenése után, még ugye beta állapotban indult el a reddet online, de egyszerűen nem volt mit benne csinálni. Ugyanazt a konkrétan másfél órányi dolgot lehetett benne farmolni. És így nem. Utána jött hozzá egy-két kiegészítő, meg cuccok, meg mit tudom én, de hogy így egyszerűen nem, nem volt benne mit csinálni. Egyszerűen több a lehetőség a GTA Online-ban, mivel nem egy western játék. Ebben teljesen egyetértünk, csak ugye nyilván a Rockstar-ban azért ott volt az, hogy valamennyit belerakjanak. Csak hát mivel a GTA Online az nyomtatja a lóvét, ugyanúgy, ahogy az előbb beszéltük az Activision esetében a, a warzone abba kell rakniuk a fejlesztést, a pénzt, a, a, az órákat, és abból jön a lóvé. Szerintem a Red Dead Online eleve halott volt. Zero content indult el konkrétan, és eleve nem tudod behúzni annyi játékost, hogy ez működőképes lehessen. Tegnap néztem a Far Cry trofikat, és mekkora köcsökség, hogy kóp trófi is van benne a plathoz. Azt hagyjan, hogy a Far Cry 5-höz trófea van, de multis trófea is van benne, és annak is halott a multia gyakorlatilag. De a redded nagyon csiles is tud lenni, ha arra van szükséged. Uh, hát, ha csillás játékot akarok, akkor elveszem a Telomon a Monument Valley-t, és nem a Reddit online-os vérpestikekkel vetem feljön magamat. De kinek mi itt tiktek? <laughs> érted? Nekem a Reddit online ez nem csill, nekem a Reddit online, és ez nyilván én vagyok, ez nekem degunalom. A Division Mobile, igen, Milu. Fú, ez neked nagyon a bögyött maradt, pedig csak egy újabb olyan játék, egy idézőjelbe teszem furcsa platformon, amivel nem fogunk nagyon játszani. Ja, persze, hát őrületesen részletes volt a Red Dead. M még az online is, de hogy az a baj, hogy ez, hogy fél órán keresztül kiámulod magad rajta, onnantól kezdve ez a varázs elmúlik. Aztán akkor meg mi az, ami előre visszajátékban, játékban? Sajnos semmi. Na mindegy, ö, azt tudom egyébként, hogy emögött is borzasztó community van, mármint, hogy borzasztóan dedikált community, akik nagyon nagy redded online fanok, és ők most nagyon szomorúak, és konkrétan temetéseket rendeznek a játékban hogy a játékot eltemessék. Ami jó pofa, és szerintem vicces. És egyben szomorú. Főzted a páleszt, és vitted el passzolni. Hát ezért mondom, Milu, hogy kinek mi. Én, 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 nem, sajnos. Emlékeztek még a Biomutant-ra tavalyról? És hogy én hogy bőgtem miatta? Hogy milyen, <laughs> hogy milyen lett? Ahhoz képest, hogy itt volt valahol a mérce, vagy a léc, amit sajnos nagyon-nagyon-nagyon magasra raktunk. Biomutant PS5 Edition végre. Ja! Kellett hozzá egy év. Pluszban hogy ez a port elkészüljön. Megnyilván az Xbox Series S, X, tehát a next gen um, konzolportok. Szomorú, de legalább sikerült. Um, őszinte leszek. Kedvem támadt belenézni, hogy mit tud, de valamit azért ez a játék bennem eltört és az, hogy kedvem támad belenézni, ez nem azt jelenti, hogy újongva ugrok bele, és ha újzé minden, csak kíváncsi vagyok, hogy ahhoz képest, hogy mekkorát csalódtam tavaly, ahhoz képest plusz egy évvel mit tudnak hozni. Egyébként enjoy ultra-fast loading times, native 4K resolution, HDR support, and up to 60 fps. Na most ez valószínűleg úgy fog kinézni, ez nem is emlékszem listázóan. De itt van, itt van, itt van, itt van. PlayStation 5 Technical Details. Három different graphic mód. 30 FPS 4 k Quality Unleashed. Ez 40 plusz FPS, 50-60 átlag 4 k És egy 2K-s fix 60 FPS performance mód. Tök jól nézett ki, amikor behirdették, aztán valahogy release után kifingott. Ennek a játéknak az volt a nagyon nagy baja, hogy egyrészt a marketingje az brutál volt, meg az elvárásaink sajnos, és túl sok mindenbe bele akart kapni maga a játék. Tehát, hogy egy csomó helyről merített ihletet, és vett el ötleteket, meg igazából talált is ki, mert például a harcrendszer elgondolása az alapjaiba véve nagyon jó, viszont ezt a sok mindent, amit így, így, így mindenhonnan így kapdosott össze-vissza dolgokat, egyik se volt kiforva, egyik se volt rendesen kidolgozva, és, és beledőltek a saját kardjukba gyakorlatilag a fejlesztők, hogy így túl nagyot akartak harapni, és nem lett belőle semmi. Egyébként itt vannak az Xbox Series S, S dolgok is, gyakorlatilag annyiban térnek el, hogy a Series S-t ugye a kisebbik tesó next gen, vagy hát most már inkább current gen xbox Xbox-ot is ki kell emelni. Ott a quality az 2K, a 4K helyett 30 FPS-en, ugyanez a Quality Unleashed és Istenem, ez az elnevezés. És a performance mód is csak Full HD 60 FPS-sel. If you already on Xbox One version, you will be available to upgrade this visually enhanced version for free. Illetve ugyanez igaz nyilván a PS4-es változatokra is, tehát ingyenes az upgrade az, ami fontos, hogy nem kell külön fizetni érte, mint ahogy a Sony címekért, meg a mit tudom én, mikért még pluszba 10 dollárt, eurót. Biztos azért, mert a Force Unleashed, mert licenszelt név lehetati, lehet. Ha van, akinek van egy lemeze, PS4-es lemeze kölcsön, azt szívesen fogadom, mert ugye ezért még egyszer pénzt nem fogok kiadni, az majdnem biztos. Soha nem mondhat soha, nyilván, de hogy De egy jó sört hajlandó vagyok adni érte. Fú, ezt nem tudom, hogy fogom kibírni. Igyekszem, megígérem. Új game, illetve nem új gameplay, hanem gameplay trailer a Golem nevű szeptember elején érkező játékból. Na majd mindjárt mondom. Szerintem ocsmány ez a játék. Sajnos. Ocsmány. És nem azért, mert rondák az orkok, de nézzetek meg egy-két textúrát. Majd vissza fogom tekergetni, csak most menjünk végig rajta. Milu, pontosan ez a véleményemről. Nem tudom, láttad-e már ezelőtt a trélert, vagy most itt nézed velem. De hogy Emlékeztek a múltkor, amikor néztük az Elder Scrolls online-os DLC-t, és mondtam rá, hogy így, hát látszik rajta, hogy ez nem egy mai cucc, hanem hogy izé már jó pár év benne van, és hogy nekem, nekem az csúnya. Hát ez kb. ugyanúgy néz ki. Maga a játékmenet egyébként, amit itt épp hogy látunk belőle, hogy ilyen stealth game gyakorlatilag, az tök szimpatikus. Úgyhogy én nem írom le, de nagyon ronda. És nem tudom, tehát nézd meg, hogy itt nem azért blöri azé a a repülőlény, mert, mert videó meg bozog, Nincs rajta textúra, ahogy ott elrepül. Nézd meg a sziklát, ami itt közel van, amikor a repülőlény. Tehát, amikor összeválogatod a snitteket egy trélerhez, nem a legszebb részeket kéne beválogatnod? Az előbb néztük a Skull Bones-os cinematic trailert. Az mennyire undorítóan jól nézett ki. Itt it it meg dadogok, meg elakad a szavam tőle. Az animáció egyébként nem rossz, hogy a gollam az mászkál. De hát ha ezek a legszebbek kártos, akkor milyen lehet az, amelyik rész elnagyolt ebben a játékban. Érted? Nézd meg azt az elfet. Oh my god. Nem tudtam elkapni azt a képkockát. És ahogy néztem egyébként, a... egy-két ilyen nagyon Lord of the Rings fant kivéve, ugye az emberek többsége sincs elragadtatva tőle. Még egy őszinte trailer. Amúgy, oké. Okay. Semmi baj nincs ezzel, lényeg, hogy ez is 30 k játék lesz. Nézzük. Nincs még ár írva hozzá. De hát ez mindjárt itt van. Ez szeptember legelején érkezik. És még nem előrendelhető, meg még nincsen ára. Vat! Vat! Release date to be confirmed. A szeptember elsőjén jön. Itt van. Itt van. Ez nagyon kemény. Ezt nem is néztem eddig. Ezt nem is néztem eddig. Hát, gyerekek? Ezzel nem biztos, hogy játszok a megjelenés napján. Főleg nem a 30 ezerért. Majd kiderül. Na, ami viszont elég nagyot ment, még a kezdeti szerver problémák ellenére is, ugye amikor free-to-play lett a Fall Guys, akkor ott voltak gebaszok, azóta viszont két hét alatt 50 millió játékosnál tart. Összehasonlításképpen ez a Warzone-nak kb. egy év alatt sikerült. Most tartunk 100 millió játékos felett a Warzone-nál, egy jó pár hónapja volt utoljára hír róla, hogy 100 millió játékosunk van. De hogy a Folgáz 50-nél van, két hét alatt. Mikor lesz Folgáz a stream? Nagyon sűrűn szokott lenni a Twitch-en Folgáz stream. Szerintem, hogy ha átkattintasz valahova, most is találhatsz Ati. Várják, hogy hogyan változik a valuta árfolyam, addig nem fogják beárazni. I don't know. A szoninál általában fix szokott lenni az árazás, és nem. Hát, hogy mondjam, ami 70 euró, az mondjuk 26-27 ezer forint. És nagyon ritka az, amikor uh, emelnek, tehát azok így. Most majdnem azt mondtam, hogy valami nagyon durva erre emelkedésnek kell, hogy bekövetkezzen. Tartunk ott jelenleg nyilván, de ritkán szokták lekövetni. Ritkán szokták lekövetni. Na. Na. Ezt nem tudom, láttátok-e múlt héten? kijött egy tréler, már be volt jelentve korábban is, hogy készítik, nem tudom, emlékeztek a Terminator Resistance-re, ami nem, nem, szólt olyan nagyot, de egy elég jó feel kis shooter volt, és csinálják ugyanazok a készítők a robotzsarus gémet. Sokan sírnak a trailer lettán egyébként a miatt, hogy first person shooter lesz ez is, és hogy nem third personben tudod nézegetni a kis robotos zsarudat. De ezek, ahogy a tudod, a filmben is láthatóan, ami a úgymond kijelződön szerepel, szerintem ez nagyon zsírlézer, hogy ez látszik. Robocsorok is kopasz feje. Igen. Nem lesz ez a legcsodálatosabb grafikájú játék, ez már most biztos. De a Terminátoros sem azért volt jó annak, akik szerették, mert ez volt a legjobb shooter ever, meg a legszebb shooter, hanem azért, mert annyira meg tudta fogni a film hangulatát, Robocop, Rogue City valamikor jövő év júniusában fog érkezni, ha minden igaz. És most ez a Playstation-es Youtube-ról van, de szerintem ez nem csak PS5-re érkezik, hanem Xbox Series konzolokra is, ha jól emlékszem. Kisgyerekként ez volt az egyik első véres beles filmes emléked? Kb. amúgy nem vagyok benne biztos, hogy nekem is, de úgy, úgy valahol ott volt. Valahol ott volt. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok. A Fall Guys cross platform, igen. Cross platform a Fall Guys. Na, no. tiktek, azt hiszem te kérdezted, vagy Subvex? Valamelyik kék volt, az biztos. Most csak a szín maradt meg a fejemben, az nem, hogy melyik őtök volt. A... Um, respawnos dolog. Mert hogy itt egy álláshirdetés a Respawn entertainment ahol ahol we are looking for a talented and experienced mid-level 3D hard surface artist to help build a brand new Respawn single player adventure. Na ez az. Ez az a játék, ahol kiderül, hogy valamiféle single player játékon dolgozik, és valószínűleg egy zsírúj single player játékon dolgozik a Respawn, mert ugye a Star Wars Jedi Survival, ami ugye a um, a Fallen Order -nek a folytatása, az már be van jelentve, úgyhogy nagy valószínűséggel ide kiírnák azt, hogy ahhoz keresik a survival az álláshoz az emberkéket, és hogy olyanokat sorolnak itt fel, hogy Apex Legends, Titanfall, 1-2, Jedi Fallen Order, Medal of Honor, Above and Beyond. Tehát, hogy itt azért a a shooterek, A shooterekre hang, teszik a hangsúlyt. Én úgy érzem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy a 3D Hard Surface Artistot milyen játékba akarják betenni. Brand new single player adventure, title of my thing, sex tape. Úristen, Ati. Nekem ehhez még kell egy kis kávé. Várjuk a nagy bejelentést, mert innen infókat kiszedni necces. Zolibag, Zolibag, hogy ejted a nevet? Köszönöm a követést. Cső. Jó reggeltet. Na, úgyhogy zsírlézés. Ami viszont nem zsírlézés. Nem vagyok teljesen képbe az alapsztorival. A múlt hét folyamán meggyilkoltak egy japán politikust. Azt hiszem ex kormány fő volt. Ö, mutatnám, hogyha itt lenne. nem, nem, nem fog eszembe jutni a neve. Szóval egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú hír. És ez úgy kapcsolódik hozzánk, hogy 4chan-en elvileg onnan eredeztethető, 4chan-en, ami ugye nagyon jól tudjuk, hogy egy halálbiztos információforrás, és most elnézést a kifejezésért nem volt szándékos, hogy ebből viccet csináljak, kiraktak pár képet a tettesről, akinek itt pár adata is le van írva, és nem tudom, mennyire látszik itt ezen a képen, valószínűleg sem se, de mindjárt mutatom egy kicsit nagyobban, mert hogy utána később egy francia politikus átvette a képeket, Hideo Kojima szerepel egyébként a fotókon, ugye a Kojima Productions agya, gerince, atya úristene. Neki ugye a Stranding-et köszönhetjük legutóbb, illetve a, mondjátok már Metal Gear franchise-t annó. Ez a tweet azóta törölve lett, természetesen, de ez alapján lehozta ugyanezeket a fotókat a görög közmédiából is a az országos tévé. Úgyhogy. És itt vannak a metalgéres screenshotok. Azt hiszem ez a második részből talán. Nem tudom, hogy. All this junk data preserved in an unfiltered state, growing in at an alarming rate. Tehát, hogy ő 20 évvel ezelőtt belerakta azt a játékba, a saját játékába, hogy para lesz abból, hogy túl sok, túl sok kering jobbra-balra mindenfelé, és pont őt gyanúsítják meg azzal, hogy a japán ex-politikust meggyilkolta. És hogy nem azt mondom, hogy fenyegetőzik, de hogy valószínűleg perelni fog ezzel kapcsolatban, és rohadtul igaza van. Úgyhogy srácok, amikor arról beszélgettünk korábban is már, hogy én a tananyagba, az iskolába nem szívesen azt, hogy hogyan tud egy kölök, meg akár felnőttek is, mert hogy látható, hogy felnőttek is beleszaladnak a tutiba, hogyan kell és hogyan tudod fact checkelni az infókat, amiket az interneten olvasol. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos skill lenne, hogy ezt az emberek elsajátítsák, és akkor nem lennének ekkora mértékű gebaszok. Múlt héten, amikor kiposztoltam a forros megjelenési dátumot, ugye még angol száz területeken belül is eltérések vannak a dátumformátumokat illetően. És többen leálltak vitatkozni, hogy de az szeptemberben fog érkezni, nem pedig november 9-én. És hiába mutattam meg a hivatalos PlayStation blog bejegyzést, aminek ekkora fonttal, ekkora betűkkel ki van írva, hogy de november 9 haver. Nem. Rosszul írják a cikkekben is. Hát biztos. Szóval Fekcsek, gyermekek és idősbek is. Fekcsekkeljetek mindent. Muszáj. Az a baj, hogy a mostani tanárok sem tudják. Igen, Kornis, pontosan ezt mondom, hogy én beleraknám tananyagba, hogy már gyerekkorban ezeket a dolgokat tudatosítsuk a, a fiatalokban, de ettől függetlenül, és főleg a kevésbé régen internetet használó idősebbeknek is bőven. Mert, hogy ott is vannak azért minden bántás nélkül tényleg, de nagyon könnyen félreinformálható emberek. És annyira szomorú, hogy mindenki csak április elsőjén kezeli kritikusan a híreket. Pontosan, pontosan, pontosan. Úgyhogy nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen szomorú hír miatt kell ennek előkerülnie, de állítom, hogy ez legalább jó olyan értelemben, hogy felhívja ezekre a dolgokra a figyelmet. Legalábbis remélem. Na, egy picit vidámabb dolgok. Most már elkanyarodunk a um, feel-good feel good dolgok felé. Van ez a Let Me Soul a her nevezetű Elden Ring játékos Uh, kapott egy csomagocskát kapott egy csomagocskát a Bandai Namco-tól több ezer játékosnak segített boss harcokban. egyébként egy szál gatyában két katonával a kezében és ennek kapcsán elismerés gyanánt Rise Tarnished egy gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű dobozt kapott a kiadótól. Congratulations on your great accomplishment from the Bandai Namco team. És ott van, ez az, az ő össze. Tehát több mint ezer, több mint ezer játékosnak segített. Ez volt az indok, hogy kaptál ezt a csomagot. És amellett, hogy ilyen kis kártya, meg, meg a papírusz, meg mit tudom milyen artbook van benne, meg egy, meg egy köpeny, ugye a konkrétan szinte mesztelen karakteréhez, itt van egy brutál kard is. És ez ugye egy olyan pak, ami one of a kind, tehát egy darab van belőle, ever. Igen, igen, az arc, láttunk videókat róla, én is néztem róla videókat, brutális a csávó. És tényleg nagyon megérdemli. De ugyanakkor ugyanakkor ennek nagyon sok irigye van szerintem. Mármint, hogy így jó értelemben. Tehát egy ilyen, ilyen csomagot, ha meg lehetne vásárolni, szerintem ezekért a jó isten pénzét is kifizetnék a gyűjtők, főleg akik ilyen nagy Elden Ring meg Szolc, fanok. Ezt a köpenyt megnézném egyébként, hogy hogy áll rajta. Vagy valakin. Mert ez is biztos nagyon menő lehet. Úgyhogy zsírlézer a csenkó. Ügyes, ügyes. Aki szívozik vele, ez levághatja. Ja, 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 igen. Na, és egy hírt hagytam még így a végére. rég beszéltünk nft témákról, és azért is hagytam a végére, mert az az igazság, hogy én magát, a technológiát azt egy nagyon jó ötletnek tartom. A scammer részét, hogy mindenki csak a másik kárára szeretne hasznot húzni belőle, az nyilván nem a technológia hibája, hanem az emberi mi voltunké, ezt az állításomat, meg ezt a nézetemet én továbbra is tartom. De itt egy újabb gyöngyszem. A világ első web 3-as Aminek van egy gyönyörű fekete holnap is szentelve. Polium vannak nak hívják egyébként a konzolt. Majd mindjárt csak nagyon gyorsan végig görgetek rajta. Végig megyünk a dolgokon, amik itt szerepelnek. Drága webfejlesztő, egy fel, felfele mutató nyilacskát a jobb alsó sarokba, amit szoktak a jó webfejlesztők csinálni, hogy a weblap tetejére ugorhasson. Azt így illő lenne oda tenni. Ez az első dolog. A másik, nem tudom, látjátok-e, ez már egy update-elt logó egyébként. Ez egy update logó, ugyanis fú, nem tudom, itt jelzik-e ez alatt a poszt alatt. Itt van. Az eredeti logó az egy az egyben úgy nézett ki, mint a Gamecube logója, csak nem G, hanem P betű formára kivágva a kocka ez, hogyha síkon keresztül nézzük. Legyen kocka. Van-e van arról kép? Jaj. Na mindegy, szóval azzal kezdték ezt a tredet, hogy elkezdték magyarázni, hogy de nem, mi nem loptuk el a logót. A lot of criticism. We did not copy de Nintendo's Gamecube logó. Meg ilyen magyarázkodás. Majd kiderül a tweetekből, hogy ez a render kísértetiesen hasonlít egy behánszos galériában szereplő konzol rendelre. Lehet, hogy ez az artist csinálta nekik a rendert, amúgy nem tudom. De nézzük végig a konzol feature -it. Amellett, hogy egy nyomorult a TV szolgáltatótól kapott doboz is ezerszer dizájnosabban néz ki, mint ez a kövérre hízott szappantartó, mert szerintem gusztus talán, nem tudom, jobb renderre nem volt pénz, ha már Undorító, ahogy kinéz. elve lett a weboldal, mert hogy ide a múlt héten még, Touch ID volt írva, ami nem tudom, emlékeztek erre, most már ugye arc, arc, felismerős rendszert használ a biometrikus azonosításra az összes iPhone, de hogy a például az én macbook -um még Touch ID van, és ez az Apple levédett márkája, nem márkája, szóval a védjegye, szóval kicserélték szkennerre az új lenyomatolvasónak a nevét, 4K Ultra HD, Ray Tracing, up to 120 frames per second. Na most ezek is, itt volt valami 8K-s cucc is, még a 4 k tól két-három ikonnal arrébb. Fejlesztik a weboldalt, érted? Tehát ez a... Józsi, figyelj, mert megint belekötöttek valami izé, retekbe a weboldalunkon, szedd melle, azt is, légy szíves. De van rá 10 perced. Kb. ez a sztori szerintem. Fix, hogy lemaradtam az Apex Legends-es infóról, igaz? Yes, Apex. De nem Apex Legends-es info, single player játékról beszélünk, amit a Respawn csinál, és valószínűleg valami shooterhez keresnek 3D artistákat. Erről szólt a hír. Szóval lesz benne egy scanner. It's a multi-chain console. Play games that are built on és én őszinte leszek hozzátok, fogalmam sincs, hogy ezek mik, ezek, ezek mik. Tehát, hogy ide vigy ezt egy logót, meg még egyet, mert ide oda van írva, hogy Polygon, de hogy ez a gyémánt kristály izé, micsoda, vex, meg egy dupla nulla, vagy mi ez? Clean dashboard for playing games quickly. <laughs> és akkor egy Photoshopban összerakott amúgy brutál ronda, mert ez például, mi, miért pont ilyen magas? Szavextek dolgozol grafikákkal, igaz? Mond már meg nekem, hogy ezt hogy lehet ilyen magasságúra csinálni? Ezt, ezt a grid ikont. Ki Kiesik a szemem tőle. Ezek kripto cuccok. Azt értem, hogy ezek kripto cuccok. Ez egy Web3-as konzol. Multi-chain wallet for trading, swapping and bridging. Tehát egy konzolnak nem az az elsődleges funkciója, amit a gyártó, a fejlesztő, a cég, akik készíti felsorol, hogy lesz rá ilyen játék, az a játék, amaz az exkluzív, meg a negyedik exkluzív, meg az ötödik nagyon jóság, meg hogy amúgy veszünk rá Game Pass-t, meg az Ubisoft-tól a dolgokat, meg az elektronikát, szóval érted, nem az, hogy egy konzolon, hogy játszál, hanem multi-chain wallet for trading, swapping and bridging. Második helyen a Download Games, Metaverses and Apps, Buy and Trade NFTs and In-Game Items, Check leaderboards, transactions and game activity. Stay connected with your friends with messaging and voice chat. Tehát, hogy olyan szinten sokadik helyre helyezik egy konzol esetében a játékot, hogy hú, csúnya emulátornak néz ki. Amúgy igen, igen, ilyen két hét alatt, és most no offense, az oroszok ellen, emiatt legalábbis, de hogy a, a orosz garázsban összerakott sufni emulátor. Még játék sincs, amit bejelenthetnének rá. Hogy ez a, ez a valami, meg a Sky City, meg a Star Atlas, meg az Other hogy ezek mik, meg hogy létező dolgok-e, nem tudom nektek megmondani, őszinte leszek hozzátok, nem néztem utána, mert nem is érdekel. Egy akkora bullshitnek tűnik ez az egész. Egy akkora, scale. figyelj, 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 figyelj. Gondoljunk bele abba, multilingual console will run games that are built with javascript c++ ez mi, ez python? Ez a kígyós. C-sharp, meg html5, meg, meg java Tessék! Tessék! Mármint ki a tököm akar háti ös játékokkal játszani egy konzolon? Ez valahogy úgy néz ki, mintha eddig még csak marketingesek, meg egyetlen egy darab junior fejlesztőpista dolgozott van a teljes terméken. <laughs> KB. Na de figyelj, 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 itt a kontroller. Még egyszer, itt. Touch volt még a múlt héten, amikor én ezt a linket kigyűjtöttem, hogy majd beszélgetünk róla. De hogy ez, 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 hogy néz ez ki? Wallet button to quickly access your wallet while in a game. Jaj. Haptikus feedback. Nyilván, ha a PS5 ezt tudja a DualSense kontrollerrel, akkor nekünk is ki kell írni. Headphone jack to voice chat. Sensitive touchpad. Az ez, ez a rész itt középen, mert nekem ez nagyon furának tűnik, hogy na mindegy. Valami motion animációt rakhattak volna azért a weboldalra görgetésnél, egy fokkal meggyőzőbb lenne szerintem. De az lehet, hogy pénzbe kerül. Subvex. Na de figyelj, roadmap. Nézzük először az overview-t, aztán a konzolt. 2022. Polium Pass. Ez az, amit ha megvásárolsz, akkor majd igényt tarthatsz a konzolra. Őszinte leszek, nem tudom mi az, hogy PFP. Az airdropot azt értem, de nem hiszem, hogy ebben a környezetben az én értelmezésem az helytálló lenne. Staking, GameTag, claim majd jövőre, ha már megvan a polium pessed, jövőre lesz SDK is a konzolhoz, Chrome alapú poliumvalett, uh, és 2024-ben már kapod is a konzolt. Ez a roadmap az overview-ra. Nézzük a konzolt. Tavaly valamikor megszületett az ötlete, hogy egy ilyen konzolt ezek az emberek csináljanak, készítsenek. Eltöltöttek egy évet a tervezéssel, majd most, a múlt hétre megszületett a konzol design. hangsúlyoznám még egyszer, hogy az a render valahol, valahol a Behance-on felelhető. Tehát egy, egy év alatt jutottunk el odáig, hogy ezt a rendert valakitől megrendeljék az oldalról. Itt kezdődik még mindig 2022-ben a hardware fejlesztése. Erre már mindjárt visszatérek. A szoftver detto, és valamikor idén még láthatunk egy működő prototípust. Hogy mit jelent a dfm a kifejezés, azt nem tudom. Nem is nagyon érdekel. De még idén elkezdik gyártani. És 2024-ben launchol a konzol. Na most tavaly jött meg az ötlet arra, hogy ők csináljanak ilyet. Elkezdték tervezni. Idénre megszületett, hogy, hogy hogyan néz ki eleve a konzol. És már fejlesztik is. Nézzük meg azt, hogy én a playstation ökről tudok a legtöbb minden infót, úgyhogy ezt hozom fel példának. Adott a Sony, elkezd tervezni egy konzolt. Azt már tudjuk, hogy az AMD-nél jelen pillanatban már, bocsánat, csuklok közbe. Szóval az AMD-nél már jelen pillanatban dolgoznak a következő chipseteken, tehát a, a Procikon meg a GPU-kon, amik a hatos sorszámú Playstationokba készülnek majd. 2020-ban jelent meg a konzol, a PS5, a következő 6-7 éves life cycle, talán 8-ra ezt a generációt ki lehet húzni, de 6 kötője 8 éves life cycle van egy, egy konzol generációnál, és ez alatt az idő alatt folyamatosan fejlesztik a konzolt, és csinálják, hogy milyen hardware kerüljön bele, meg úgy egyáltalán mindent. Mekkora venti, hogyan izéljen, hűtsön, meg minden, minden, minden apró részlet, amiről nyilván nem konzolfejlesztő mérnökként fogalmunk sincsen. Ezek meg három év alatt már a kezedbe akarják adni az egészet. Úgyhogy semmit nem tudunk a cégről, hogy ők előtte mivel foglalkoztak. Design for Manufacture and Assembly, talán a dmf -a. Köszönöm, Soci. Szerintem vakon dobtak darcot egy táblára, amin betűk voltak, és ez jött ki. Ja, lehet az is. Részfényt, részfényt nem lehet venni. Uh, van itt link, po, Polium Pass. Ezt nem sokára, nem sem sokára, ezt a Polium Pass-t meg lehet vásárolni. Ami benefitek között szerepel benne egy Polium-Van konzol, a PFP AirDrop, amiről mondtam az előbb, hogy fogalmam sincs, micsoda, receive a free play Receive a free playables? PFP, NFT? Oké. Okay. Staking rewards. És launch eventekre van. Japánban és a UK-ben és az USA-ban lehetőséget el agilni. Digital Motherfuckers Association, a DMFA. Ja, ja, ja. Van itt még egy faq What is the release date for the Polium One? Public. Az egyébként két... Jaj. 2025 a public és a holdersnek, akik ugye a Polyon Pest már megvásárolják most, vagy előre. Azoknak ez van itt 2024-re. <coughs> What games will be available during the launch? We are currently in talks with multiple game developers. We will list the games on Discord In the lunch Library channel. Nem úgy akarnék bejelenteni egy őrülten ütős konzolt, hogy egy őrülten ütős line már mögé teszek játékok szempontjából? Nem ez lenne a marketing? Most esküszöm, megkeresem nektek Twitter. Skillab bácsinál volt kint egy kép a múlt héten. Bla bla. Szóval ez volt az eredeti pólium logó. És itt, látjátok a fejemtől, itt van a módosított pólium logó. Tehát egy hét alatt még ezt is ki kellett cserélniük. For, ez nekem nagyon ilyen, van egy NFT projektünk, de konzolt is csinálnánk, szóval egybe megy a kettő köszi, gyertek DC-re. Igen, 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 igen. Szóval. So, well, some random outfit is promising to make a web 3.0 console. Whatever the fuck that means. <laughs> És senki nem tudja, hogy. And the first thing they are tweeting out is clarification they did not steal the GameCube logo. Will the console have warranty? Yes, we will provide warranty information. 2023. Két sörbe, hogy le fognak lépni a pénzzel? Én erre nem adok neked pénzt, nem valid. Ne hogy én erre nem adok neked, vagyis rizélj sörre pénzt. Konkrétan szkám az egész már első ránézésre. Igen, igen. What will be the specs we aim to build? A high performance console, the specs you see on the site are not confirmed, until we have a functional prototype. Tényleg annyira jó dolog az az NFT, hogy a tied lehet valami, és one of a kind. De hogy miért kell ebből ilyen lehúzós retkeket kitalálni, amikor, amikor ez körülbelül ugyanolyan szintű dolog, ez a poliumos dolog, mint amikor oda jön hozzád az úriember a sötét utcán, és megkérdezi, hogy mennyi az idő, de a telefonodon, mutasd meg. Ez ugyanez. Egy az egybe. Nem tudok egyszerűen különbséget tenni köztük, le akar húzni. És no question. A negatív reklám is reklám. Á? Nem. Ebből nem mászol ki, így már. Megérted, mekkora, hogy mondjam, NFT-fannak? Mert vannak, akik azért tényleg ebben nagyon-nagyon-nagyon sok mindent látnak, és nem azt mondom én is, hogy ez így hogy a jövő, de van benne fantázia. Ahogy mondtam eddig is, hogy szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet a, a maga az NFT, csak csak ne nekünk embereknek adták volna oda ezt a technológiát. Sajnos ez a véleményem. Tehát, hogy így hatalmas NFT fannak kell ahhoz lenned, hogy ebben ne ezt a lerentás diplást elsőre. Szerintem. Vagy nem is tudom, mi kell, hogy legyél hozzá. vagy 2023-24 elején bejelentik, hogy csődbe mentek, és a preorder árának 20%-át tudják visszaadni. Hát. Hát. Nem hiszem, Kártos, én, én, nagyjából meg vagyok róla. Soha nem mondhat soha ezt a mai adásban, mert elmondtam egy párszor, de én majdnem meg vagyok róla győződve, hogy ez. Tehát amikor olyan, mértékben nem vagyok körültekintő, hogy a, a világ egyik legjobb konzolának amiről húsz éve mindenki tud, hogy létezik, meg hogy ilyen a logója, és a grafikusom csinál egy ilyet, mert annyira nem vagyok körültekintő, hogy ismerjem annyira a gaming piacot, hogy a Gamecube logó az egy kockából kivágott G betű, és én megcsinálom ugyanezt P-vel. Egy, ezt nem tudom tisztázni. Kettő, még egyszer mutatom a másik oldalon a, a, rendert, amit hát nem egy az egybe, mert a logót kicseréltem rajta, meg lila fényt raktam ide a grafikán, meg leszettem a zöldet róla, de hogy hol van a, itt van a, tehát így ordít róla, hogy ez is ugyanaz. Hogy nem tudok megfizetni egy 3D artistot arra, hogy csináljon nekem egy faszarendert, érted? Egy másikat, amilyen még nincsen az interneten sehol feltöltve. Majd pereskednek is. Nem. ez konkrétan egy konzol NFT, ott is benne van, hogy valaki nagy projektnek ígéri, és aztán lelép pár millióval. De miért, miért úgy kell egy amúgy tényleg alapjában véve jó technológiának működnie, hogy minden egyes alkalommal a lehúzást látjuk belőle? Miért nem lehet belőle úgy, vagy miért nem lehet ezen úgy gondolkozni, hogy én is pénzt akarok keresni, a Béla is, a Józsi is, a Pityuka, mindenki pénzt akar keresni, és én, aki az ötletgazda vagyok, nem lerántani akarom az embereket, a többieket, hanem közösen szétkeresni magunkat lóvéval. Amihez kell az ő pénzük is, meg az enyém is. Lehet, hogy én vagyok a naív egyébként, nem tudom. És azért ezt hagytam meg utolsó hírnek, hogy kiröghessük egy kicsikét. Viszont én ennyi voltam srácok mára, úgyhogy ha youtube vagy, akkor gyere és dobj egy szabot, és a jövő héten sajnos nem találkozunk. Viszont az összes többi élő streamre gyertek, mert még a héten holnap vagyok, illetve a jövő héten keddtől ismét visszatérünk a rendes menetrendekhez. Úgyhogy, ja, csatlakozz hozzánk itt is, drága youtube úgyhogy várlak itt, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!